Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Te dobálózol? 6 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánok mindenki. Barom belevágodott az arcomba egy szivacs. Egy szivacs ágyvágodott az arcomba. Hello, jó reggel. Sziasztok, remélem nem ütött meg. Á, ne, ez ki ez? Ez ki, milyen szivacs ez? Nincs, itt szerintem volt az asztalon. Dobd oda, és ne fogd sokáig, meg ki tudja, hogy mi lehet benne. Ú, igen. Igen. Ez most az én szivacsom, Zsűr? Így van. Igen, mondd, hogy igen. Igen. Nem? Nem tudom. Azaz? Gyula hozott nekünk új szivacsot. Igen, igen, és a régi szivacsok még itt hevernek, de simán benne van a pakliban, hogy valamilyen titkos amerikai laborból megszökött ebola vírus is abban rejtőzhet el, úgyhogy inkább ne piszkáljuk. Igen, csak inkább ne nyúlunk. Égessük el rituális formában kint hátul az udvaron. Nem nyúlunk hozzá. Úgy örültem neki, mikor kaptam új szivacsot, mondom, akkor lesz saját szivacsom, persze egy nap alatt hagytam el, úgyhogy fogalmam nincs, hogy hol. Rá kell bízni Zsűrre, Zsűr maga a megbízhatóságért. Így van. Cserélgesse. Cseréli. Vagy legalább így van, nem maga megbízhatóság, de fél tőled annyira, hogy... Meg a veséjét is félti, ami még megmarad. Igen, már nem sok szerve van. Na hát, kedv van, reggel van, mi újság van. Gyönyörű kedv van, meleg van. Kifejezetten jó idő van, olyan meleg van, hogy az ember ilyen 20-20 fokra lép ki. Nem érted. Én nem hittem el. Reggel mindig bekapcsolom a telót, mielőtt a kutyával kimenjük pipilni, ő pipil, csak én kísérem. És akkor... Elindítom a kis applikációt, 20 fok. Nem mondom, akkor ráfrissítek, mert ez a tegnap esti. Megint, és az. Megint 20 fok. Igen. És 20 fok van. Kilépsz, és azt érzed, hogy ilyen, nem hogy üde a reggel, hanem ilyen baromi meleg van. Ami már szeptemberben inkább ilyen csípős szokott lenni. Úgyhogy pólós, rövidgatyás. Föl is vettem egy hosszú gatyát hozzá. Igen, ezt akartam mondani, hogy egy pulóverbe jöttem. De most megszoktad már, tudod? Nem hosszúba. Csípős a reggel, hát mondom, biztos, na tudod, ez a reggel hideg, nappal meleg, hát mondom, fölveszek egy hosszú jut, erre az ajtóba jöttem rá, de már nem volt erő visszamenni, se időm átöltözni, hát mondom, akkor maradok. Maradok hosszú ujjúban, most már akkor mindegy, ezt jól elrontottam. Én is együtt jöttem a szokás rabjaival, mindenki kabátban, hogy az elmúlt napoknak megfelelő öltözékbe. Szeptember van, még ehhez képest meg nyár van, nem baj, legalább a lányok visszavetkeznek. Viszont nálunk most 3 órakor megint volt egy nagyon kellemes kis ilyen esemény. Hát ugye Kertváros, hajnali 3 természetesen, nyitva hagytam az ablakot, ugye a melegre való tekintettel, éreztem, hogy ott fognak nyújtani azok beáramló kis hűvös levegő. 3 órakor megszólalt valahol a közelben egy riasztó. És hogy rohadjon meg, nem tudott lemerülni, nem tudott kipurcani, nem tudott elpusztulni, megdögleni. Tönkre menni kb. Fél órán keresztül, és amikor már hallottad, hogy szenved, de még mindig tolja a lelkesült. Tudod. Ez a merülj már rá, merülj igen, már hogy rohadjál már, megkereslek, meg hova dugtam a Szlávia 630-ason. És nem ez jutott eszedbe, hogy kimegyek és megnézem, hogy hát ha betörtek valahova, hanem hogy kimegyek és szétverem a riasztót. Igen. Ugye? Nézd, lehet, hogy az évszázad valami. Betörése zajlik igen. Mellette, tudod, igen. És soha nem mész ki. Soha tehát, senki nem. Meg nem mozdul egy riasztója. A kocsi riasztó hát nézze meg a szomszéd. Ja, igaz. Az ottani szomszéd, aha. Csak az a baj, hogy mondjuk egy utcával arrébb is halljuk aha. Azt a riasztót, és egyébként meg nem is tudod belőni. Tehát, hogy ott vagy egy szabad nyílt tér, főleg, hogy ugye Kertvárosról van szó, hang minden irányba terjedje, hogy ezt ismerjük, hogy tudjuk a fizika órákról. Na most érted, honnan jött, nem is látod, mert ugye a fényét azt nem látod, ahogy villog adott esetben, csak a hangját hall, hajnali 3-kor. És végre nagy nehezen elállt, és akkor ilyenkor mit szokott csinálni az ember? Nagyon-nagyon félve oda nyúlsz az órához, de tényleg rettegve, de mennyi rettegve, hogy mennyi az idő, mert hogyha lenyomod és azt látod, hogy nál, azért ez esetemben ugye ez 4 óra 30, ez a sarkalatos mond, ha azt látom, hogy 4 óra 25, annyira szét ideg, vagy az valami, rányomtam, és látom, hogy 3 óra 5. És jó, oh, még, mert oh, vissza tudsz még aludni. Még 1 óra 25 percen van, igen. Istenem. Nálam ez gyerekkelésnél van, tehát amikor föl kell a Benny, hogy iszik, pisil, tudod, bármi, szomjas, és akkor ránézek az órára 4:35. Ó, oh, de az, igen. Nem áll. Tehát ránézek az órára 2 óra 15. Király vagy Benny. Ó, oh, de jó, és akkor még, akkor egy kicsit bebújok én mellé, akkor elalszik, akkor visszamegyek a saját ágyamba, és akkor úgy bolyongok éjszaka. Mint egy ilyen, nem is tudom micsoda, de az jó tud lenni, igen. Asz. És akkor ránézel, és akkor látod, hogy 5 óra, ma úgy volt, ma 5 óra 15-kor ránéztem még egyszer, és azt hittem, hogy ilyen éjszaka van, és közben már láttam, hogy nem, fel nem kell, és ilyen mindentől elmegy a kedved. De ugyanakkor meg a másik kedved. Oldal, hogyha meg tényleg az, hogy mit tudom, egy 2 óra, és tudod, hogy még tudsz aludni, még 2 és felett, akkor megkönnyebbülés van, tudod, és visszabújsz, és újra be, kis kifli, nagy kifli, ahogy szoktátok mondani, hát
Az jó. Az jó tud lenni. Csak három. Már nem is haragudtam annyira. De lehet, hogy most ott az évszázad betörése volt, és nem mentél ki. Miért nem mész ki, miért nem kukkolsz ki, miért nem lősz a levegőbe kettőt, miért nem kiabálsz az, hogy szomszéd segíthetek. Hát kell az nekem érteni. Ilyen szemtelenül végighallgatni egy riasztót. Hát ott lehet, hogy közben már túlszok volt. Nem lett volna. Golyóval a szájukban. A rendőrök ilyenkor mi szokott lenni? Tudod, mindenki szalaszélyes igen. A szalaszélyes prica, hogy nehogy véletlenül beráncsák, mert akkor utána a jegyzőkönyv felvételt. Így van. Majd még meg kell menned majd tanúskodni, stb. Úgyhogy nekünk volt ilyen kerékpárlopásnál, hogy a rendőrök mondták, hogy ne tegyenek feljelentést. Mondom, Hát mert úgyse lesz meg a bicikli, és utána még járhatnak egy darabig bírat. Akkor hagyjuk. Ja nem, szabad, egy bicikli lopásra most mit csinál a rendőr? Hát, na jó, ez a hallod, ez az évszázad betörése volt, ja, amit te hagytál. Aki miattad lehetett megcsinálni. Nem, az csak zárlatos volt, hogy meg tudom érteni. Neki repült egy de tényleg ilyen. Nincs ember se a lakótelepen, nálunk ott mellettünk, az ilyen éjszakai autóriasztós sztori, bármit csinálhatsz, mert egy lélek nincs, aki kinézne legalább az ablakon, hogy van-e valami, aki akarja, elviszi. Úgyhogy ez szerintem ilyen tök fölösleges dolog lassan ez a riasztózás. Én a szomszédokra odafigyelek, ez egyértelmű. A szomszédokra mindig figyelek és nézem, hogy mi van, még adott esetben akkor is, hogyha látom, hogy nem a megszakott módon villannak föl a kis a lámpák, a kis, hogy hívják, érzékelővel ellátott lámpák a háznak a sarkán, de egyébként úgy másra nem nagyon koncentrálok, a közvetlen szomszédokra. Na jó a riasztó szerintem azért. Kell az, hát ha már tudod, akkor már betört, már szól, már tudja, hogy csak bizonyos ideje van hátra. Ja, hogy ő kevesebbet szed össze. Igen, kevesebbet szed össze, tudod, hogy akkor van egy távfelügyelet, azért az egy-két percet az megérkezik. Az oké, az jó, az jó. De mondjuk, ha a Jani a távfelügyelet a szomszédba ér. Az, hogy nem annyira jó. Kocsiba vágódik. Hallgatassa már el! Kocsiba vagyunk át. Mi be vagyunk kötve, azt szerintem jó. Másfél-két percemből vannak úgy kint, hogy szól a riasztó, egy percet pont mellettünk van a távfelügyeletnek a kis központja, és ilyen másfél percem előtt ott az autó. Az elég az jó. Igen, az elég jó. Figyelnek. És csak azért nem szerint, hogy még a mész a budira, és lehet rátámaszkodni az ajtót, és megnyomod a pánikgombot, mert van nekünk ilyen belső pánikgombot, hogy jönnek fegyverek, ereszkednek a kéményeden, helikopter száll azonnal fölé, de elkezdenek pásztázni a reflektorokkal. Nem, semmi. Csak véletlen rákönyököltem a budi mellett a pánikgombra. Házba bejöttek, vagy csak a ház körül? Néznek azt, hogy egyeztetek meg. Tehát nem, a házban nem. Hajnal háromkor Balázs, minden oké. Hallottuk, hogy öktépet akarunk. A házban nem, a kertbe bejöttek, tehát megnézhetik, hogy van-e betörésnek nyoma. Ablak betörve, ajtó beszakítva, bármi. Bár az egy páncélozott ajtó. Hát nem, igen, egy biztos találtak egy üres vetőcsövet, amivel egy RPG gránátot valaki meg akart bontani hátul. De visszapattant és meghalt a csávó. Ja, igen. Szóval ott fekszik hanyag fej nélkül. Kertbe jöhetnek be. És akkor hívnak, hogy betörésre utaló nyomot nem találtak, körbejárták elemlámpával. Házban nem tudnak bejönni. De hát az már mindegy, hát ha már benn van valaki ház, és ott látja, hogy kavírnászik valaki elemlámpával, akkor és már ha lát betörésre utaló nyomot, akkor bemehet? Vagy hát akkor utána vetheti magát. Ilyenkor mondjuk, hogy élelmes a betörő, és mondjuk nem oltja fel a villanyt, hogy hátulról világít, és nem lehet látni az arcát, és kiinteget a távfelügyeletnek. Minden oké! Véletlenül kidobta a gyerek az ablakot. Oké, Balázs! Szevasztok! Jó éjszakát! Jobb jelés! Tényleg így eljátszaná valaki belülről. Nem. Olyan már volt, hogy mit tudom, hogy a riasztott kivett a távfelügyelet, aztán hallottál egy kis zubogást a kerti jacuzziba, kimentél, és a távfelügyelet két ember bent ült a kerti jacuzziban. És én jöttem, és azt mondja, hogy Zsán, kérhetünk két rozét. Hozom már is, fiúk, persze, hogy ne. Az jó, az menő, ha beülnek. Igen, vagy befekszenek az ágyadba bent a lakásban. Úgyhogy az ilyen, hát ez kell, az jó. Be kell magadat kötni. Ezek érnek valamit szerintem. Egyre inkább, mert... Persze. Nálam még ilyen külső infra, minden, figyelj, olyan vagy. Tudom, szétlövi, arra erődítmény. Erődítmény vagyok. Érzékelős lámpa, hát külső jel. Infra, belső infra, mozgásérzékelő. Már azt mondják, hogy minél jobban félsz, annál jobban mennek oda. Hát, ez szerintem ez hülyeség. Jó, most nyilvánvaló, hogy ezek kellenek, ezek a dolgok, de hogy aki meg így nem foglalkozik vele, és nem érzi ennek szükségét, azhoz meg jó, soha van, hát nyilván meg. Vannak ilyen sztorik is, hogy nálunk mindig nyitva volt a kapu 30 éven keresztül kulcsos, hát, és ezáltal nálunk, nem is vittek el semmit. De egyszer hát lehet, hogy ilyen is van. Igen. Aztán egyszer bevesznek, elviszik a disznót, és akkor utána meg 30 évig ezt mondogatott, hogy egyszer... Disznó még hagyján, nem elvitték a disznót. Így van, nem mertek, mert a lagos a fiam mondjuk a fél életét, a sitten töltötte, aztán féltek, hogy kijön, azt megbosszulja. Hát igen, nem. Jók, ezek a riasztó meg ilyenek.
Úgyhogy. De Balázs egyébként rátelefonált Milla Jovovicsra is, hogy Resident Evilből az a lézerháló, azt hogy hívják, az igazi ilyenek. Hogy lehet azt meg, hogy lehet megcsináltatni. Gyerekek, én azt mondom, vedd meg, amit meg lehet, védekezzél, nem azért dolgoztál érte, érted? Aztán megtesz az ember minden. Brutál három kamerás rendszerem van minden. De minden sarkon három úgy. Olyan kamerás rendszerem van, hogy belülről látom a kamerát, tudom mozgatni. A kamera belsét minek nézed? Nem a kamera belsét. Ja, belülről a képét. Mert az érdekli az elektron. Érdekelnek a diódák, a ledek, a nyákok. Nézed. A forrasztások. Igen. Szóval minden van. Külső kapu, hátsó rész, mindent látok. Lámpák villannak föl, őrök, mondom, minden, brutál. Fortress, nem tud, se kijutnom is nehéz, megállítanak háromszor, hogy ki vagyok. Hát kell lendülnöd a kihegyezett karok úgy fölött. Úgy kell kiáltanom az őröket, hogy ki tudjak menni a saját házamból, olyan biztonsági ellenőrzés van. Hogy ki ez mi az, Balázs? Bárki mondhatja. Én vagyok, itt lakom, menj, nem az új. De belülről jövök ki, akkor is. Minden reggel legalább egyszer lából lőnek. Tehát onnan indul a dolog, hogy kijutok a saját házamból. Nem mozdulj rohadék, igazi ez a haj. Ilyen vagy én vagyok. Még hangod is hasonlít. Ez csak Balázs alul csempe. Nézzük csak. Mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Anyósokról beszélgettünk, mert egy női magazin összeszedte, hogy miért van rosszban leginkább az anyós a menyével, a menyét az anyóssal. És... hát hallgatóink érdekes SMS-eket írtak nekünk, elsősorban női hallgatóink menyek, hogy milyen büntetéseket kell elviselni az anyóstól, és hát milyen feszültség van kettőjük között. Érdekes SMS-eket kaptunk, jól szórakoztunk. Nyilván nekünk szórakoztató, annak, aki benne van, annak talán kevésbé. Minden esetre erről beszélgetünk tegnap, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Háromnegyed hét múlt, pontosan 3 perccel. Ezt a dalt sem hallottuk még sokszor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, 10-es út káosz. Gabci küldte nekünk. És Rajka határa jól járható. Ezt Jani kérte, ezt a dalt, ne piszkálj. Te kérted? De én csak éppen azt akartam mondani, hogy én kevesebbet hallottam, mint ti, mert befogom már egy idejó fülemet. Azt mondja, 21-es úton a Tarjálágazó után Salgótarján felé őzet ütöttek el, tart a helyszínen is, Jocó küldte nekünk. M5-ös autópálya 84-85-ös kilométer között Budapest felé a belső sávban. Nagy kutya tettem. Na! Hát így állunk akkor jelen pillanatban. Játékkal hogy állunk? 1-0-ra vezetünk? 1-0 az biztos. Ennyit tudunk, mert kedv van. Tehát 1-0-nak kell lennie. 1-0 az biztos. Várját, mi volt? Ki mondta tegnap a játékos? Talán az volt, nem? Nem. Vagy végigjátszottuk? Igen, te játszottál, és a hallgatóknak van 1 pontjuk. Az jó. Hát, ha megnyernek egy hetet. Na, megnézzük ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, ki vagy? Tamás vagyok, sziasztok, Siófokról. Tamás Siófokról. Mit csinál Siófokon, Tamás? Én szoktás vagyok. Ó, de szép szakma. De szép szakma. Külön üdvözlöm Janit is. Nagyon szépen köszönöm. A függő. Szia, Jani. Igen, én annyira függő vagyok, hogy én cukrászt vettem el feleség. Na, nagyszerű, a páradis cukrász, ezt nem tudtam. Igen. Ezt nem tudtam, viszont azt melegen tudom ajánlani, hogy érdemes hozzánk eljönni, mert olyan termékeink. Uh-huh. Nem hallottam még olyan cukrászt itt adásban, aki azt mondta volna, hogy ne gyere el hozzánk, Jani. Igen, nem jó, amit csinálom. Kivel szeretné játszani, Tamás? Én Ferivel. Igazából sokat gondolkodtam rajta, de Feri a főzésben otthon van, én nagyon szeretek főzni, az nagyon a főzés nálam az ilyen hobbi, és igazából ezért választanám a Ferit. Na megnézzük, legyen. Mire mentek egymással? Indítjuk az órát. Jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Ugye macerásabb a cukrászat. Hát, aki szereti csinálni, annak úgy gondolom, hogy ez könnyű. Pontosan kell nálatok mérni. A főzésben... Mindig. Precízen. Tehát ennek a szakmának az a lelke, hogy mindig ugyanúgy csinálj meg minden. És miért lettél cukrász? Hát igazából ez egy érdekes történet. Én nagyon rossz tanuló voltam általános iskolában, és az édesanyámnak azt javasolta az igazgatónő,
hogy egy továbbtanulási intézménybe jelöljön meg három szakot, ahova tudok menni, és akkor fölvettek cukrát meg. Így van, így van. Uh-huh. Barna cukrot használsz? Szoktam. Figyelek, kérdez. Szoktam. Szakmai tanácsot szeretnék kérni így főzés terén. Azt szeretném megkérdezni, hogyha egyben szeretnék megsütni egy szűzpecsenyét, hogy mit javasolsz, hogy csináljam? Körbepirítod a szűzpecsenyét, ideig meg vagy? Így van. És akkor utána beteszed a sütőbe 10 perc mindösszesen, hogy rózsaszín legyen a belseje. 180 fok, elég. Hát, gyerekek, nagyszerű. Meg vagyunk időben. Régen hallottunk ilyen élvezetes játékot. Nyomtad. Perfekt volt, szépségdíjas. Elvehetetlen, tényleg ügyes voltál, nagyon jól nyomtad végig, nem hagytad magad befolyásolni, bármilyen kérdés volt. Ez egy nagyon régóta felépített taktika volt, úgymond. Nagyon flottia volt. Jó volt hallgatni, tényleg. Jó játszottatok minden ketten. Kérdés, válasz. Örülök, hogy beszélhetünk, és tényleg, hogyha erre jártok, akkor térjetek be hozzánk. Ez a Champion Pékség cukrát. Na, már benn van. Igen. Adásban van. Márkát nem mondjunk, jó? Igen. Nektek ez megéri nekünk kevés. Az a reklámnak számít, így van, ilyet nem vágjuk össze a szüzet, az a lényeg. Egybe van, körbe pirítod, lehet magba forgatni. 180 fok, 10 perc, gyönyörű omlós rózsaszín. És most elkiáltanám magát, basszus a rétes lap! Köszönöm szépen a tanácsot, és elnézést! Semmi baj, nem tudhatod. Azt mondja, hogy akkor itt 2-0-ra vezettek. Köszi a játékot, Tamás, ciao. Szevasz, Tamás. Hello, küldjük az ajándékcsomagot. Hello. Szia, szép napot. Gyerekek, 2-0. Nem baj az, hát ott van 20-valány, nyerthetünk, hogy most ne essünk már pánikba ettől. Majd a hármat most Jani megnyeri a héten. Így van. Hát ha meglátjuk, mert hogy a végén ugye előfordul 6, mert hogy előfordult már, hogy ugye az univerzum császár királya, nem tudom milyen címért, aztán dobtuk az december egész éven, tudod, ez kicsit olyan, mint hogy a Napóleon azt mondta volna, hogy áll, mert rengeteg csatát nyertem, csak Waterloo-t buktam el. Meglátjuk, hogy föltesszük-e az év végén az egész éves teljesítményünket. Na, jövünk vissza, és egy érdekes témával folytatjuk, mert hogy klimatológusok azt nyilatkozták, hogy a Föld éghajlata 2 év alatt is jelentősen megváltozik, a következő 2 évben természetesen, és az angol meteorológiai hivatal kiadott egy jelentést, hogy 2016-ban és 2017-ben sorra dőlnek majd meg a hőmérsékleti rekordok. Ha ezt brutális nyárnak éreztük, akkor sokkal durvábbra készülhetünk 2016-ban és 2017-ben, valamint az idei télre is azt mondják, hogy rég nem látott hideg és régen nem látott hó mennyiség érkezik majd Európa fölé. És lefelé és fölfelé is dőlni fog a rekord. Mindenhol. Igen, nagyon hideg lesz, és egyre melegebb. Évről évre melegebb. És készüljük a 2016-os nyárra, mert hogy trópusi éghajlat érkezik fölé. 40 fokok voltak idén, még akkor a fölé megyünk. 45. Bizonyám, és hogy még hosszabb ideig fog tartani, tehát hogy a meleg napok száma az lehet, hogy 8-10 nappal még növekedni fog. Egyre brutálisabb és brutálisabb lesz a nyár. Úgyhogy felhívunk mi is egy éghajlatkutatót. Ez mindig érdekes téma, mert ellentétes információkat hall az ember, hogy mit mond, mire kell készülni, milyen telünk lesz, egyáltalán honnan tudják azt, hogy milyen telünk lesz, és szereljünk-e még 4 klímával többet jövő nyárra, vagy mit csináljunk, hogyan védekezzünk, mert hogy állítólag tényleg brutális lesz. A fűtésszámla szempontjából sem mindegy egyébként. Én azt gondolom, hogy nézzük a praktikus oldalát. Máhogy télen. Hát meg nyáron a klímázol, akkor ugyanúgy, akkor csak akkor a villany. Van a tél. Így van, akkor a villany nyomja meg. Na, szóval, hogy ezzel folytatjuk, mert hogy ez egy érdekes téma, és mi nagyon szeretjük, úgyhogy jövünk a hírek után 5 perc múlva 7 óra, ha valakinek van friss közlekedése, küldje, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Hét óra múlt, 8 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek, halkítunk egy kicsit a tévém, nyomunk a zeném. Ez a hazaléknek, kedreggeli kukli. Táncok, Feri. Nem látom a kezeket, a felüljáron, engedd el a kormányt, úgyis állsz. Forgató. Egész jól halad most a felüljáró egyébként. Bocs, én nem látok semmit, az csak neked kiváltsák, hogy egy 10 centis csíkon kilátsz. A rácsos ablakon, igen. A nagyon festői rácsos ablakon. Igen, most komolyan mondom, hozok egy flexet, levágom a rácsot. Előbb-utóbb az lesz. Neki esem a rácsnak, hogy legalább... Ne, lehet, hogy azt tartja össze az épületet. Egyébként, sanszos, festője a kilátás, igen. A gyönyörű Groupama Arena egyik kicsi, apró kis szegletét látom, azt is a rácson keresztül. Na, rendezzük sorainkat, itt vagyunk. Így van. Na. Nézzük azt, hogy is állunk. A legfontosabb, hogy nem mondta ki a játékos, visszahallgattuk, solyan szemet kértünk, challenge, kikértük, így már van. Csak 2 challenge-ünk maradt erre a szetre, de nem mondta ki.
Bármennyire is szerettük volna, nem mondta ki, úgyhogy nincs miért elmenni tőle az ajándékcsomagot. Azt mondta, hogy ez könnyű. Ha valaki szereti a cukrászatot, akkor ez könnyű, és ezt értettétek úgy nagyon sokan, hogy nem könnyű. Bizonyám. Úgyhogy nem, nincs helye óvásnak. Sokan lincs hangulatban írják nekünk az SMS-eket, nem. Hogy ne kapjon ajándékcsomagot. Ez volt az első válasz, azt szedjétek szét, vegyétek vissza. De nem tudjuk miért visszamenni. Visszahallgattuk, Anna visszahallgatta, úgyhogy rendben van a játék. És így elveszni látszik a hét. Még nem biztos, de van esély. Kettő pont, még itt fordíthatunk. Így van. Na, azt mondja, hogy ma van a születésnapom, és gondoltam írok, mert szeretnék a naphallgatója lenni. Minden nap hallgatlak benneteket, nagyon jó fejek vagytok. Ha nem lenne morning show, unalmas lenne a rádió. Szép napot nektek, Bea! Bea, köszönjük az üzenetet, igen. A kamionosoknak egy info, akit itt Hegyeshalomról terelnek Rajka felé, bajban lesz, mert Szlovákiában ünnep van, katasztrofális nap lesz a nyugati határnál. Ezt Zotya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondom, hogy mi van még. M3 a 114-es kilométertől Pest felé baleset és hatóságmentes. Gyenge forgalom, hátsó körlámpát kapcsolod le. Piros Suzuki is. 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. M1-es autópályán Bicskéről Budapesti. Minden oké, jól járható. Mi van még? Játékosunk nem mondta ki. Atya Isten, mennyien hallották, hogy ki mondta. Személyei úton egy lerobbant troli zárja le a sávot a Kerepesi út felé. Amerigo küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nem mondta ki, tényleg nem mondta ki. Megette valaki a zabomat! Hát, yes. Valaki megette a zabomat. Megyek most hátra, hogy a csokis kis zabomat újra feléleztem, hetekig nem nyúltam hozzá, csinálok magamnak egy jó kis zabot, mivel szembesülök, hogy valaki pofátlanul megzabálta a csokis zabomat az asztalra. Szemetek ezek, nézzünk szét. Zsül, mutasd a szád, zabos! Te voltál? Nem te zabos. Voltál. Jani? Hát nálam láthatod a sajátomat. Igen, én biztos nem ettem meg. Nem, Feri, nem. Nem, az a következő projektünk, hogy a Felit a cigarettázásról leszoktatjuk, ezt pedig a zabra rászoktatjuk. Tököljek meg akkor inkább, de tényleg. Nem, egyébként hátrébb az agarakkal, omre. Hátrébb az agyarakkal. Én dobtam ki. Miért dobott ki a zabomat? Miért nyúlsz az asztalomat? Mit kajtatsz az asztalomat? Igazából, elég nehéz meghatározni egyrészt, hogy a te asztalod hol kezd, hol végződik. Nem, még nem vezetted be a határzárat. Tessék elválasztani egyértelműen, bevezetni a határzárat, vagontolni az asztalom és a te asztalod közé, és akkor tudom, hogy hova ne menjek. Most látok ezt szöges dróttal és spanyol bakókkal egy tőre kocsit, és majd a keresztbe fogom tolni, de addig is csak jelezni neked, hogy igazából nem arról van szó, hogy kidobtam az abodat, hanem elköltöztettem a moly családot. Moly család volt az abomban. Nem lehet abba a friss zabba, amit most bontott föl alig két hónapja. Na de várjál, hogy nyúltál bele? Tehát akkor jöttél oda, hogy ugye egyél a zabomból, mert én se tudom, mi van a lekvárodba az asztalodon, csak ha belenyúlok a lekvárodba. Tehát te belematadtál a zabomba? Nem, oda volt támasztva, és ugye azt vettem észre, hogy minden reggel, amikor bejövök, így már ilyen kényszeres mozdulataim vannak. És először azt hittem, hogy ez már a koromnál fogva, egyébként értelmszerűen előbb-utóbb bekövetkező Parkinson-kor első jelen, össze-vissza remegek, meg rázkodok, meg csapkodok kezén. Nem, hanem megpróbáltam elhessegetni a körülöttem a fejem körül döngicsélő, vagy nem tudom mit csináló repülgető molyokat. Aztán megnéztem, hogy vajon honnan áramolhatnak oda azok a molyok, honnan szállhatnak fel, hol lehet a bázis, hol, hol lehet az anyahajó. Nem kell gondolkodnod, ugye? És az a te csak izzabod volt. És ha én úgy szeretem, molyosan. És ha nekem az a specialitásom, zab molyjal, eredetű fehérje is legyen benne. Molyos zab, kókuszos zab, pehely molyjal, ha én ezt így eszem. Molyok voltak az abomban, tényleg? Képzeld el. Mikor bontottad föl? Most egy két-három hete nem nyúltam hozzá, pihentettem, altatom, kicsit most úgy éreztem, hogy összevesztünk az abbal, de ma reggel kibékültem volna vele, ma úgy ébredtem, hogy ma kibékülök a kis csoki zabommal. És láttam, hogy üres az asztalom. Megkívántam. Így van. Kénytelen voltam a tiédből készíteni a ma reggeli zapkását. Most még röhögsz, mert hogy az összeset felhasználta. Én úgy vagyok vele, hogy inkább ez történjen meg, mint hogy egy állatkert költözön a mellettem lévő asztalra, mert hogy tényleg konkrétan egy ilyen izét, igen, a rovartani egyesület is kiköltözhetne az asztalához, aztán ott vizsgálódhatna, mert időről időre feltűnnek mindenféle olyan állatok, amik én azt gondolom, hogy egy idő után már ne. A szerkesztőségünkben, ha bármilyen szag van, de nem, tehát nem illat, hanem ténylegesen szag, valami rohad, a valamilyen repülő rovar, vagy mászó rovar van, az tudja,
hogy a te asztalodról jön. Nem, de, ezt visszautasítom. De esküszöm, ott vannak kibontva. Nem, kaja nekem soha nincs az asztalomon. Mi? Az abaz, mi az hát, de úgy értem, hogy tehát nincs ételmaradék, nincs kolbász, nincs rántott hús, tehát nincs pápusztai saj, soha. Azok már élő lények. Tehát soha. Nem is beszélünk úgy, mint a rothadószag soha nem jön az asztalomon, mert nem kajálok itt. Tehát én nem tartok itt kaját. A kaja, a rothadószag a hűtőben van, oda rakjátok mindenféle ilyen zalakarosi, meg turkevei, meg mindenféle ilyen fesztiválokról maradt ilyen állatmaradványok vannak a hűtőben. Onnan jön. Kicsi célirányosan de nekem nincs semmi kaja, élő kaja nincs az asztalomon, soha ez is a hűtőből vettem ki, ez az én barack lekvárom. Aha. Házi készítésű. Hát, ismer én a peremét takarítom. Virágból őstermelőt. Jó, a peremét azt nem érzed, de nem baj az. De büdös nincs az asztalomon, mert nem tartok sajtot, állati maradék, semmi nincs az asztalomon. Csak könyvek, iratok, papírok. Figyelj, de egyébként általában úgy szokott lenni, hogyha mondjuk én már kifogyok valamilyen okból, kifolyólag zabos vagyok. Az abból, akkor csak annyit kell csinálnom, hogy így fogom a poharamat, és a Balázs asztaláról így vakon, becsukott szemmel lesöpröm, ami rajta van, és már biztos, hogy van egy bökre zabom. Az a baj, hogy nem tudjátok normálisan felvágni a teljes doboznak a tetejét. Tehát miért kell arra egy ilyen fél magyarországi területet vágni, úgy, hogy én kiöntöm a tányérba, és megy mindenhova a tej. Miért nem lehet arra egy pici lyukat vágni? Na, úgy, vagyok. Hogy valaki akkora lyukat vágott az egyik teljes dobozra, érted? Mert hogy azon egy krompet, vagy grillcsirke kifér. Igen, hogy először, hogy benéztél. Ott vagy még bent. De tényleg is elkezdtem önteni a pohárba a tejet. Aha, így most mindent is a tej. Hát, na, és szerintem ha lenne a némi törlőkendő, megoldanám, de nem tesztek oda azt se. Tehát nem... Hát rohadjunk meg tényleg. Ja, tényleg. Komolyan mondom, nem értem. Annyira szemét vagy, Jani, komolyan kikérem magam, hogy nem teszel egy nedves törlőkendő. Nem neciloíróasztalt rendelnek. Mi nem tesztek oda törlőkendőt. Akkora lyukat vágtok a teljes dobozra, amit ember nem vág a teljes dobozra. Egy pici körömcsipesszel, kis körömvágolóval levágjuk a tetét, a másik végét is, hogy akkor a levegő áramlik. Nem csak az egyik végét vágjuk le. Mindkét végét levágjuk. Akkor áramlik jól a levegő, akkor nincs ez a... Csak folyamatosan folyik a tej. Tudod, amikor a tejhez az, hogy levegőt szív, és a következő pillanatban egy lyukon, egy ilyen kinyílt 4 köbméter tej így kijön. Tehát a másik oldalát is levágjuk. És akkor most megkérdezném azt, hogy a tej, amikor kiömlik az asztalra, és ott marad egy hétig, akkor lesz-e szaga? Jó, csak azért. Annak lesz. Na látod. Most lesz, azt így kézzel megpróbáltam lehúzni. Tehát a szőnyegpadlóba is van, érted? Most egy pici jutott a szőnyegpadlóra is, igen, és nagyon átkoztalak benneteket, hogy értem, én legközelebb felvágom én ezt a teljes doboz, ha nem megy. Tehát, hogy minden nekem, most már tényleg minden nekem kell csinálni? Nem, minden? Az a baj egyébként, hogy nagyon szépen vázolta például ezt az ólós megoldást, hogy akkor itt levágni egy nagyobb acskát, ott meg egy kisebbet, és akkor nem fog belőle, hogy... Igen, de azért azt tudni kell, hogy én elég régóta ismerem Balázst ahhoz, hogy tudjam, hogy ő úgy étkezik, egy picit ilyen kampányszerűen étkezik, és úgy, mintha vagy egy mentőcsónakkal éppen partra vetődött volna két hétéhez és után, vagy mintha a Walking Deadben mondjuk találtak volna végre egy olyan kisvárost, ahol a non-stopot még nem fosztották ki. Tudod, és akkor felszakítod, beönti az arcába, beleiszik. Én az abot is az arcomba keverem össze a tejjel. És utána pedig így eldől így jobbra, és így... Kicsit megpihen a reggeli után. És megpihen. Tehát, hogy ő így étkezik. Hát gyerekek, hát igen. Hát szereti. Hát szeretek. Hát persze, érted. Gondoltam, drága az ideje. Csokis zabomat a kis lekvára, erre a teljes doboz. Hanyagmódon felvágva a csokis zabom. Na, kidobva. Szörnyű, hogy ezek mit meg nem engednek maguknak. Na mindegy, nem baj. Ez a lényeg, hogy jalásra ítélt állatfajok, elsősorban a molyok utolsó Mencsvára Balázs asztala. Tehát, most nyugi van. Vagy most egyébként rendben. Hát kivéve azt a tejtavat. Amit oda? Láthatóan, tehát én mindig úgy takarítok, hogy ne vegyétek észre, hogy volt valami. Ez nem egy abszolút jó takarítás, egy ilyen felületi kezelés. Ráraktad a táskámat. Tehát fogom a táskámat, végighúzom a telje. Látom, hogy Feri aztán van valami póló, amit át akar venni délután, azt kicsit elveszem, abba letörlöm a lekváros üveget, visszahajtogatom. Tehát, hogy gyerekek, hát muszáj, hát abból élünk, ami ott van az asztalon. Egymás asztalaiból élünk. Amit én ott találok, ahhoz hozzányúlok. Úgyhogy ha jót akartok, még félkor nem mentek be az irodába, rám bízzátok, hogy még ott kicsit a csak. Jó, és félek, utána már jöhettek. Tízre se lesz jobb. Utána már jöhettek. Na, van témánk, senki ne gondolja azt, hogy nincs, csak hát ezek olyanok... Tegye fel a kezét, aki azt gondolta, hogy mi. Most jelentkezzen. Olyanok vagyunk, mint egy család. Hát a családban is van ez a kipakolta ki a mosogatógépet. Miért nem hajtod vissza a WC deszkát? Kinyomtad az utolsó adag fokrémet?
vegyél újat, vagy a WC papír cserélt ki, nem? Uh-huh. Ha már nem volt erőt kidobni, legalább ne hagyd úgy, hogy én megyek, és akkor nincs ott semmi. Fia, annyira furcsa, hogy nálunk például... Ezeket be kell beszélni. 20 éve mindig nálam fogy el a WC papír. De mindig. Nálam sose. Én inkább fölállok. Ha látom, hogy kevés van, akkor visszamegyek egy óra múlva. Nem vagy elég rutinos, meg kell nézni, hogy mennyi van kevés. Ajajaj! Jöjjön már haza, Viki! Önfegyelem! Hol vagy, Viki, hol vagy? Miért? Ki kéne cserélni a bulimapért, nem tudok elvenni. Na, szóval hogy ezeket ugyanígy nekünk is meg kell beszélni, mert itt fontos dolgok vannak. Na, viszont egy érdekes témával folytatjuk. Tegnap megjelent egy cikk, amiben nem tudom, hogy rémizgetnek bennünket, vagy nem. Minden esetre azt mondják, hogy brutális nyárra készüljünk, és akár 2 év alatt is jelentősen megváltozik a föld éghajlata, és mi is eltolódunk majd, beköltözhetnek olyan állat és növényfajok ide, amik eddig nem voltak, megjelenhetnek a pálmafák, a kókuszdiók, a mangó és az ananász, nyilván kis túlzással. Ez nem rossz egyébként. Nem hangzik rosszul. És hogy általában brutális lesz a 2016-os nyár, valami nagyon hideg tél lesz. Nem tudom, hogy ezt hogy számolják. Azt sem tudom, hogy lehet-e ilyet egyértelműen kijelenteni, hogy igen, a mostani tél az tényleg brutális lesz. Minden esetre azt mondják, hogy egyre szélsőségesebb időjárásra számíthatunk. Ezt egy angol meteorológiai hivatal adta ki, és hát erősen rémizgetnek benne bennünket. Igen. Hát és annak kellene utána járunk, lehetőleg egy szakértő segítségével, hogy most a szokásos ilyen évi 1-2-5-10-20 rémizgető posztról van csak szó, mert hogy ugye állandóan kapunk ilyeneket, és akkor mindenkit ugye riogatnak ezzel az alamazzal, mint hogyha ha vannak újságírók, akik kötelességüknek érzik azt, hogy így mindenki összecsinálja magát az éppen következő vagy soron következő Armageddontól, de egy valami biztos. A megjelenő trópusi rovaroknak egy része. Balázs azt talán az zabozás kova fog először. Mondjuk aztán én rájöttem, hogy az előbbi törültem ennek az ananásznak, meg a mit én mangónak, mert ugye az a baj ezzel, hogy a mostani növényeink viszont ugye el fognak tűnni. És ha nem lesz pálinka, hát akkor... Ugye, akkor mi lesz? Szilva. Akkor majd lesz helyette más? Miből? Ananászból nem főzünk bármi szilva pálinkát. Bármilyen gyümölcsből tudsz. Aha. Nem. Hát én akkor nem örülök. Jó, én visszakozom. Ilyet, nem, úgy mondom, bármilyen gyümölcsből fogsz. Hát fogni fogok, csak a hagyományos hízek eltűnnek majd. De hogy számolják, én ezt se értem. Tehát hogy mondják meg, hogy jövőre nagyon meleg lesz? Tehát az, hogy ma nagyon meleg volt, hogy ezen a nyáron nagyon meleg volt egész Európában, hogy vannak erre számítások, hogy megnézik akkor, hogy jövőre jön megint a 6 évente megjelenő El Niño jelenség, és akkor jövőre brutálisan meleg lesz, mert a Csendes-óceán felett a légköri mozgások majd, ha ideérnek, akkor trópusi levegőt hoznak. Honnan tudják? Vagy van egy nagy globális felmelegedés, és akkor könnyű kijelenteni, hogy évről évre melegebb lesz, és közben egyre hidegebb? Már hétvégére sem tudnak mondjuk kedden jósolni egész biztosan, tehát azért emlékezzetek, hogy számtalanszor beszéltünk arról, hogy nem találják el a hétvégi időjárás. Most nekem ma valaki azt írja, hogy rettetesen kemény tél lesz. Igen. Azért én kacagok még ezen. Honnan tudják? Hát az északi sarknak az évről évre elvékonyodó jégtömegéből azért már lehet következtetni arra, hogy ez befolyással lesz. Nem lehet, hogy az eszkimók kijárulják a jeget? Tehát, gondolj, na, mondjuk ez is lehet. Igen, de közben azt mondják, hogy megállt a klímaváltozás, közben van egy csoport, aki azt mondja, hogy nem, a klímaváltozás az gőzerővel zajlik, és ugye az üvegházhatás, és Kína, és Amerika, és a gázok kibocsátása a súlyos méreteket öltött, és nem tudjuk megállítani. Tehát, hogy itt is nagy érdekcsoportok, lobby csoportok vitatkoznak egymással, te pedig állsz hülyén, és veszed a negyedik klímádat. Nem? Igen, amivel igen. Ugye tovább görgeted a szekeret, és még inkább a klímaváltozásra dolgozol rá. Ha van, mert igen. Én például nemrégivel láttam egy nagyon szép beszédet Texas kormányzójától, Texas-tól, nem meglepő módon, aki elmondta, hogy nincs klímaváltozás. Nála nincs. Nincs klímaváltozás. Nála mindig 22 fok van. Na, hát mindjárt megkérdezünk valakit, aki sokkal jobban ért hozzá, mármint a témához nálunk. Mika János, éghajlatkutató. Jó reggelt kívánunk, helló János. Jó reggelt kívánok, halihó. Jó reggelt. Na, hát a legfontosabb, hogy lehet-e ebben tényleg valami, hogy most az angol meteorológiai hivatal kiadta, hogy készüljünk, brutális nyár lesz jövőre, és évről évre egyre melegebb lesz. Vannak ilyen számítások, vagy ez egy blöff? Hát attól függ, mit nézünk. A tendencia sajnos velünk van, itt melegszik a éghajlati rendszer, néha csak a levegő, néha az óceán, és néha csak az óceán. Ha összerakjuk, mindenképpen évről évre egyre nagyobb a hőtartalmas. Az, hogy egy jövő évet megmondani, az szerintem ma még kívül esik a tudomány lehetőségein. Esetleg annyit lehet hozzátenni, hogy van egy ilyen El Niño jelenség az óceán 1/5-1/6 az egyenlítő körül. Ha az magas értéken van, mint ahogy most, és azt elég jól előre lehet jelezni, hogy azon is marad, akkor ez még hozzárak
2-3 tizedet a globális melegedéshez, ami eddig már majdnem elért egy fokot. Csak gyorsan mondjuk el, mi ez az El Niño, mert sokat halljuk, de szerintem kevesebben tudják, hogy ez ugye a csendes óceáni vidéken bizonyos időperiódusokban előforduló, több dolgot érintő dolog. Ugye a tengeráramlatokat és a légkört is érintő egyfajta anomália. Igen. Nagyon jó. Hát rá volt számomra az egész. Megkérhetnélek azért téged, János, hogy erről egy picit másként is beszélj. Tehát az óceán és a légkör kölcsönhatásának eredményeképpen néha maximum 5-6 fokkal melegebb van, ez a néha ez eltarthat egy évig, néha meg 2-3 fokkal hidegebb. Most éppen a meleg fázisban vagyunk, de nem 5-6 fokkal, valahol 2 fok táján járhatunk, egy pár hete van, hogy megnéztem a hivatalos tájékoztatást erről. Ez nem egy kiugróan erős érték, de ez is egy picit tolhat rajta a globális átlag hőmérsékleten. Sajnos azt nem igazán tudjuk megmondani, hogy ha a földi átlag mondjuk 5-10 fokkal melegebb, mint szokott, akkor ez mit jelent a Brit-szigetekre vagy a Kárpát-medencére? Erről körülbelül fogalmunk sincs, teljesen eltérhet egy-egy helyen. Az egyébként hogy működik, hogy azt mondják, hogy egyre melegebb lesz, viszont azt mondják, hogy egyre brutálisabb a tél. Tehát a kettő az egy erős ellenmondás, nem? Hogyha melegszik a levegő, melegszik a légkör, és az üvegház hatások miatt évről évre melegszik a középhőmérséklet, átlag hőmérséklet, nem tudom, hogy pontosan hogy mondják. Mégis közben azt mondja ez az angol meteorológiai hivatal is, hogy a tél is egyre durvább lesz. Hát a kettő között egy laikus számára ellentmondás lehet. Teljesen. Még egy lehetősége van azért az emberiségnek, a tudománynak. Vannak számítógépes modellek, amelyek megkísérlik néhány hónapra előre jelezni az éghajlatot, időjárást, az idős anomáliáját, eltérését a szokásos értéktől, de ennek a megbízhatósága paradox módon kevesebb, mint annak, hogy na, fél évszázadunk múlva hány foknál fogunk tartani. Az pontosabban meg tudjuk mondani, mint hogy egy év múlva, vagy fél év múlva mennyire. De próbálkozunk vele, és azért a semminél a buta prognózisoknál jobb a bevállása, de nem elég jó arra, hogy mondjuk egy kesztyűgyár arra alapozza. Na jó, csak a kérdés ugye arra vonatkozott, hogy melegszik a levegő, de közben mégis kemény telet mondanak. Az hogy fél egy össze? Adott térségben leképzett az óceáni anomália. Maga az El Niño erre a vidékünkre nincsen hatással az empirikus és modellismeretek szerint. Teljesen különböző. Tehát ha ez bekövetkezne a nagy hideg, annak nem közvetlen következménye lenne. Ez nem következménye lenne a klímaváltozásnak. Ez valamilyen belső ingadozás, amit a modell esetleg meg tud fogni. Sajnos nem tudunk erre biztosan. Igen, mert például tavaly se hallottad, hogy a 2015-ös nyár az nagyon forró lesz. Nem. És brutális volt. És brutális volt. Szoktam olyan hasonlattal érni, hogy néha át kell ugrani a szekrényt a tornaórán, ezt nagyon utáltam annak idején. Ha egy 5 centivel magasabbra teszem a tobogót, akkor egy 2 méteres szekrényt 5 centiméterrel tudok közelebb ugrani. A többit nekem kell hozzátenni. Tehát most én vagyok az anomália, az adott évszak, és annak az évszaknak az eltérése több fok, ebből pár tizedet esetleg segít a klímaváltozás, de a többi az anomália, aminek magában nincsen köze a klímaváltozás. De akkor magyarra fordítva a dolgot, most egy melegebb időjárás felé megyünk, és évről évre mondjuk Európában melegebb lesz, olyat is hallani, hogy a mérsékeltőbb az már eltolódik, és belecsúszunk valami egészen más éghajlati jövőbe, megjelennek új állatok, új növények, új növényfajta. Éghajlat tolódik el. Ha adott évnek az eltérését időjárásnak mondjuk, akkor az időjárásra nézve ennek az éghajlati kis eltolódásnak nincsen szerepe, ez centimétereket jelent, miközben 10 centiméterekkel ingadozik az időjárás. Fokokkal igazodik az időjárás, 10 fokokat tolódik el 10 év alatt. Uh-huh. Tehát akkor Ferének nem kell felkészülni a papaja ágyas pálinkának. Így, maradok a Szilvánál. Hát ez ilyen egyszerű megoldás, akkor ennek az élet. Olvastam egyszer egy olyat, valaki kifejtette, hogy milyen szörnyű világ lesz majd akkor, ha összeomlik a golf áramlat, mert ugye a golf áramlat az, ami ugye télen fűt, nyáron hűt. Viszont ugye folyamatosan változik az óceánok hőmérséklete, ami megzavarhatja a golf áramlatot, és ha ez egyszer csak összeomlik, akkor viszont teljesen váratlanul elindulunk egy következő jégkorszak felé, mert hogy nem lesz az, ami bennünket mondjuk fűt télen. Ez igaz? Lehet, hogy ez egy teljesen ördögtől való dolog? Egy picit ad pontosítsam, a golfáram olyan, hogy nyáron fűt és télen is hűt, csak akkor nem, a nyáron nem annyira veszük észre. Az óceán vize maga hűt,
de nem azért, mert golfárama van, az a melegítéshez jár hozzá. Most ez ugye a Holnap után című varázslatos hollywoodi filmnek a rémképe, illetve a Pentagon jelentés 2004 januárjában került napvilágot, 2003 októberében született, ami arról szól, hogy ha ez az áramlás leáll, akkor annak jégkorszak lehet a következménye. Vagyis a mai jégkorszakon belül egy nagy jégkiterjedésű, úgynevezett glaciális állapot. Erről az állapotról szólnak például a Jégkorszak című filmek is, rajzfilmek aranyosan. Na most az újabb kutatások, amelyek igazából már 2003-ban azért léteztek, arról szólnak, hogy ennek a leállásnak, ha bekövetkezik egyáltalán, nem jégkorszaknyi méretű eltérés a következménye. Egy nagyon furcsa éghajlat, 10-15 fokkal hidegebb Grönland, mindenhol máshol a kontinenseken melegebb az éghajlat, mert ugye ez a klímaváltással párhuzamosan annak következményeként állna be ez a leállás. Tehát egy nagyon furcsa, az emberi történelemben sose látott klíma lenne, valószínűleg nagyon erőteljes ciklon vonulásokkal, de nem a jégkorszak, tehát nem az a mértékű tragédia, amit az a film is előrevetít például. Ez jó film? Azt nem láttam. Jó? Nem láttam. A film az remek. Én nem szeretem az remek, remek, csak, filmet. Csak meteorológiailag borzasztó. Amennyibe került, odaültethettek volna egy negyedéves meteorológus hallgatót, akkor a szamásságok felét kérette volna. Igen. Azokról a szamásságokról beszélek, aminek nem viszik előre sem a látvány, sem a cselekményt, csak úgy benne maradtak, mint hibák. Meg a 16 évesek nem ültek volna be rá. Hát nem hiszem, hogy a hibák miatt ülnek be. Egyébként a képek azok lenyűgözőek, szóval igen. Azt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Azt hallottam, hogy talán tegnap előtt, tehát nem holnap után, de tegnap előtt vetítették is. Laci nagyon bólogat, igen, most érte nekem, hogy ő látta a kúlon. Ez amikor egyszer csak jön a jég, és így megfagy New York hirtelen? Igen, hát ez egy elég nagy bőtség azért. Igen, és akkor ott fűtenek a könyvtárba, akkor ezt láttam, tudom, ez egy brutál nagy hülyeség. És így beúszik egy hajó New Yorkba megfagyva. Igen, de azért ez menő. Igen. Hát jó pofa a film, csak... Na, szóval nem baj, mert ha a sci-fi-ből azt itt erőltetjük, akkor nem lesz belőle rendes film. Szóval. Na jó, akkor milyen idő lesz jövő nyáron? Vegyek klímát, ne vegyek klímát, mit csináljak? Ne vegyen, inkább szigetelje a lakást, meg szellőztessen meg ilyeneket, mint éghajlatvédő, mondanám. Ez egy ördögi kör, minél melegebb van, annál több klíma van. Minél több klíma van, annál több meleg van. Ne lépjünk bele a klímába. Ne legyél te a tömegből. Ül a 20 fokos lakásába, én meg azért, hogy védjem a klímát, én meg ne vegyek. Igen, menjél át. Balra jobbra klímázik mindenki, meg ülje középen, hogy én megvédem a természetet. Hát milyen világ ez? Egy kicsit átmis, este, hello, szomszéd, legyen. Azért meg azért, hogy másra lehessen azt a pénzt költeni, ami megy az áramra. Meg magára a berendezésre. Van ennek előnye. Például egy rohadt nagy LCD TV. Az sokkal kevesebb, hogy már a technológia olyan. Milyen terünk lesz? Mire készítsem az én kis tujáimat? Minden nap beszélek hozzájuk, felkészítem őket a térre, húzom őket, atkátlanítok, rozsdapenésszel küzdök, mit mondjak nekik, kicsi tujáim, mire készüljetek? Hideg tél lesz? Enyhe tél lesz? Tudunk-e már valamit? Nem tudunk. Nem tudunk. Van hivatalos prognózis, ezt én magam nem is néztem meg, nem tervezek rá, sajnos ez meghaladja a tudománynak igazából a kereteit. Még egy utolsó gyors kérdés, ugye annak a moly populációnak, ami Balázs aztán tanyázik, és egyre inkább ilyen népesség robbanás közelébe kerül, van-e valami köze a klímaváltozáshoz? Hát nem tudom, annyi molyokat talált az asztalomon. Miért szaporodnak annyira, meg hogyan? De nem. Egy lakásban lehet túl meleg például ettől függetlenül. Lehet néhány hét, amikor meleg van, és ez nekik már elég, és ennek ez az átlagban nem is biztos, hogy jelentkezik. Nem mindig van az a goromba nyár, mint most, hogy 5 hőségriadó, és ez már megmutatkozik az hőmérsékleti átlagon. Nagyon gyakori, hogy különféle eltérő szélsőségek kiegyenlítik egymást, és ilyen átlagos semmilyen. Á, igen, ez most 8 éves meg van. A 80 éves férfi, ugye? Na, igen. Semmire nem hasonlít, mint az átlag. Ilyen ez az időjárás. Nagyon össze-vissza ugrál a mérsékeltőben, mert ez csak átlagban mérsékelt egyébként. Tehát János, akkor neked egy olyan foglalkozásod, hogy nem tudtok semmit. Értem, mert nincs ezzel baj. Hát én próbálok valami konkrétumot kiszedni, mert őled a legjobb meló. Tehát lehet, hogy hideg lesz, lehet, hogy meleg. Ilyen fene se tudja, hát kutatunk, de hát nem tudjuk. Jó, egyébként a világ modellező ereje az, amit mi figyelünk. Persze, nyilván humorizálunk csak. Meghaladja a mi lehetőségeinket. A legkisebb olyan ország, ahol ilyen modell fut, az Franciaország, szóval
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, jó munkát. Köszönjük szépen. Mika János éghajlatkutatóval beszélgettünk. Köszönjük szépen. Hát most lehet, hogy én érzem rosszul, de viszonylag kevés volt a konkrétum. Nem? Igen. Tehát, hogy azért nem tudsz rosszat mondani. Az volt egy picit, hogy lehet bármi. Igen. De ez klasszikus meteorológia, amikor bekapcsolod este a tévét, és lehet, hogy eső lesz, lehet, hogy nem. Készüljenek a hidegre, az is lehet, hogy meleg lesz. Ugye? Tehát azért nehéz mit mondani. Nyilván vannak tendenciák persze, meg hát nem degradálom a dolgot, tehát baromi értelmes, de konkrétan kevés volt, hogy most akkor melegedik-e a dolog, vagy nem. Nem tudják. Ők se tudják. Nem ez derül ki a beszélgetésből? Vannak modellek, lehet modellezni, de nem tud. Ha meg kéne mondani, milyen idő lesz itt most 10 év múlva Magyarországon, nem nagyon tudják, hogy jégkorszak, melegedik, egyszer csak lehűl, mi lesz. Hát senki nem tud semmit. S tovább megyek, még visszamenőleg se tudsz okos lenni, tehát annyit tudsz elmondani, hogy 45 fok volt a nyáron. De hogy ez most tendencia és felmelegedés van, vagy egyébként így alakult, mert sütött a nap, azt sem tudjuk. Most akkor mit csináljak? Vegyek klímát, vagy ne vegyek klímát? Nem, menj át a szomszédhoz. Összejártok kicsit. Mert én még mindig kitartok. Ennyi. Én még mindig kitartok, nagyon és védem a környezetet. Mert mindig azt mondják, az ökológiai lábnyomom. Gyerekek, otthon szaunázom, érted, a 38 fokos lakásba, csak azért, hogy védjem a klímát, és ülök és hallgatom, hogy berreg mellettem a klíma, és a csávó 20 fokba rohangál a lakásába. Én kitartok. Nagyon helyes, ez egy csodálatos dolog. Azért csodálatos? Kell, figyelj, azért kell kitartanod, várjál. Azért kell kitartanod, mert a te házad klímázásából 100 normál méretű ház egyébként megvan, érted? Uh-huh. Tehát, hogy te ne klímázzál. Ne, egy kicsi, öt ilyen, nem tudom milyen wattos, kilowattos klímát akarok felrakni. Tehát nekem ezzel nincs bajom. Hát most nem, nem a klímára vagy tekintetem már, mint a globális klímára, hanem attól félsz, hogy a kültérjegység szét fogja barmolni a homlokzatát a háznak. Jó, most azért minden nem kell elmondani. Olyan ront az a kültérjegység, hogy inkább megrohadok a melegbe. Még mindig nem találtál egy normális szakembert, aki tényleg meg is csinálja azt, amit ígér, hogy nem fogja elrondítani azt a szép házat. Hogy néz ki az a kültérjegység, de tényleg? Egyébként van benne igaz. Ideg van bent. Igen. Na jó, van 7:30 pontosan 6 perccel. Ha valaki játszana Óven bácsival, Beru nénivel, írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan 1 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, meleg lesz, és mindenki úgy öltözzön föl, hogy ezt figyelembe veszi, jó idő van, meleg van már most. Ez most már klímaváltozás? Ez az indián nyár, csak még klímaváltozás, az is lehet egyébként, hogy trópusi meleg jön. De az biztos, hogy 30 fok lesz már a hét közepén, és egészen, hát egészen szombat estig kitart a jó idő. Kitart a jó idő. Kerály. Jó. És aztán majd jön egy hideg front, ami véget vet. Vasárnap igen, a melegnek, de addig még a nyár utolsó kis, nem is tudom, sugarait lehet élvezni, kimenni a szabadba, és búcsúzni a nyártól. Szombaton. És felkészülni a soha el nem múló rohadt hideg térre, ami vár ránk. Az éj sötét, ugye tele iszonyattal jön a tél, hideg lesz, nagyon hideg, úgyhogy készüljünk. Nem, de tudsz, most még jó idő van. Nem tudsz te semmit, havascson. Havascson. Leálltam vele, már unom, rájöttem, hogy unom. Nem néztem már meg az 5. évadot se. Abba hagytam. Nem á. Valahol a harmadik résznél már unom, hogy havascsonot szenved ott a várba. Ez meg ott jönnek, ez mennek a trónok harca, ja. nem bírtam végignézni. Na, pont most miatt kellett volna végignézni. Jó, és valakit még ott megmentett is. Szív előtt egy nyíllal, mert éppen elégették, de hogy így egyébként megjöttek balról, vagy jobbra is közel sárkány. Hordák verekedtek, kardoztak, jött van az a Daenerys, az a szomorú Daenerys, dögunalmas, azok a sárkányokkal ott szenved, hogy még mindig nem tudja megszeríteni őket. Ne, abba hagytam. Nem érdekes. Jössz ide, nem mész oda, mit csinálsz? Na játszunk, jó, nagyon sok hallgatónk jelentkezett játékra, nézzük, hogy ki az a szerencsés, aki már itt is van velünk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szilvi a hegyről. Hello Szilvi, honnan hívtál minket? Budapestről, mit csinálsz? Hát éppen dolgozom, ételfutár vagyok. Ételfutár vagy? Igen. Hm? Ebédeket szállítasz? Ebédet, igen, hozzátok is szállít ki az egyik kollégám. Komolyan? Aha. Igen? Nem nekünk? Igen. Nem nekünk, csak itt a cégen belül gondolom, hogy valaki. A cégen belül, igen, egyszer mondta is, hogy te Balázs nagyon jó fej voltál, mert valaki, akinek vitte ki az ebédet, nem tudott fizetni, mert nem volt bent, és akkor te nagyon nagy lelkűen kifizetted, és elég szép jattot is adtál, úgyhogy köszönjük szépen így is. Biztos, hogy gyerekek, akkor állj meg egy pillanatra, megint biztos, így van, ezt akkor légy szíves, mondd el még egyszer, köszönöm.
Látjátok, mekkora sztár, és mégis milyen ember. Ugye? Ahogy ezt szoktam mondani. És hogy nem neked kellett elmondani, érted? Én ezekkel nem, én ezekkel nem van. Csak Balázs előtte beszéltünk az adás előtt. Teszem a dolgomat, segítek, ahol tudok, megyek, körbenézek, ha valaki bajban van, ott vagyok. Egyébként tényleg volt, hogy átvettem valaki kaját, még csak nem is ismertem az illetőt, de mondtam, hogy nem baj, menj, majd megoldjuk. Hány emberem ment át ez a sztori? Mert hogy az elején nyilván úgy történt, Balázs ment kifelé, kocsikulcsot kereste a zsebébe, kirántotta a pénzt, de már lusta volt visszafordulni. Igen. Miért van az, hogy néha rólam elhangzik valami jó, néha valami jó hangzik el rólam, és azt is azonnal lábbal tiporjátok. Hát miért nem adjuk át magunkat a pillanatnak, és élvezzük, hogy jó hangzott el. Azért tudjuk, kiderült, hogy igaz. Milyen emberi azt akarjuk, nem. Hogy két lábbal a földön maradjál. De nem hát szabad, pont ezek nem a történetek mutatják, hogy ennyire jó vagy. Ez volt a publikus variáció. Igen, volt egy másik, amikor föllöktem az ételfutárt, beleettem a galuskába, és kidobtam a prassóit a kukába. Igen. Aj, Szilvi. És adnak még borravalót az emberek egyébként, tényleg, ha egy kiviszed az ételt? Csak tud, Balázs. Csak adnak borravalót az emberek? Vagy már ezt így kezd kivenni divatból, amikor kiviszed? Nem. Igazából én azt mondhatom, hogy jelenleg szerencsés vagyok, az én megrendelőim nagyon jó fejek. Jó fejek. Hájra kell kiérned az ebéddel, már kora reggel? Tessék? Már kora reggel ki kell érned? Valamikor 8-kor, 9-kor már kiviszitek az ebédet, nem? Hát igen, ugye így meg szoktuk beszélni a megrendelővel, hogy neki milyen időpont felelne meg, de persze nekünk is van egy munkaidőnk. Úgyhogy, és akkor általában megtaláljuk azt a megoldást, ami mindenkinek jó. Szerintem te a kis csicsergős hangod miatt, meg a karaktered miatt, meg a személyiséged miatt kapsz több jattot, mint a többiek. Nekem ez meggyő. Komolyan mondom, mert így az éteren keresztül is hallatszik, hogy te egy nagyon szimpatikus hölgyike vagy. És hát te persze, és akarsz egy jó pontot? Vagy most mit? Hát ő nem ad borravalót, de valahogy azért meg kell szeretetni. Igen, borravalót nem adok, de hangod azt igen, nagyon csicsergül. És milyen jól lehet ez a kis dressz? Na mindegy, hát annyira rendben vagy. Na, jó van, köszönöm. Na, mutatjuk, hogy mit csinál Lóven bácsi Beru néni. Jó, figyelj Szilvi. Oké. Okay. Megint? Na megint. A héten már egyszer gépeltek. Gépeltek. Akkor folytatja. Uh-huh. Folytatja a jelentést arról, hogy megtámadták a bucka lakók, a veteményes. Ugye ezt mondtad pont tegnap egyébként, lett tegnap. Vagy a múlt héten. Na, figyelj ide. Na jön az ének, várja, megnézem. Ajajajaj. Hát valami ez... könnyű legyen. Ez egy amerikai sorozatot kell kitalálni. Aha. Jó? Jó. Na figyelj. Jézus, atya úr. Limbo. Konga sorozat? Uh-huh. Figyelj, mutatjuk még egyszer, hát a beugni. Ja. Inti már csettintett a nyelvével, ha hallotta valahol. Én Inti már körbenézett, hogy színpadon kéne lennem. Mert már nem vagyok. Ez már az én részem. Nem könnyű, ez nem könnyű. És egy részem hát, láttam nem. Belőle, ebből a sorozatból. Ez valamilyen ilyen szappanopera szélesség? Nem. 6 évad volt belőle, és egész jó, rengeteg díjat nyert. Mutatjuk még egyszer, hallgass meg. Hát, ha nem ismered, akkor nem lesz meg. Adhatunk a szabad nyomot, láthatod az egészet. Valami jó Bud Spencer. Anulu. De tökre. Nincs meg, ugye? Hú, hát nem nagyon. Nem, hát az a baj, igen, a sorozatok az ember, ha látja, ismeri, de ha nem látja, akkor nem. Nem vagyok én nagy sorozat, ha megmondom őszintén. Ez a Miért éppen Alaszka? Igen. Miért éppen Alaszka? Ez a sorozat címe. Ez egy vígjáték, vagy hát egy ilyen kis vidám sorozat. Hát így hallottam róla, de szerintem én akkor még nagyon kislány vagy, amikor ez ment, vagy így kimaradt az életemből. 90 és 95 között, 6 évadon keresztül futott. Kislány voltam, én akkor még babáztam, jó? Ó, az jó. Hát, na, hát akkor megpróbálom majd legközelebb. Szilvi, játszunk még valamikor, jó? Jó, oké, és rendben. Puszi, jó munkát neked. Puszi, szia. Ciao. Sziasztok. Hello. Ez nem volt könnyű. Nem. De miért éppen Alaszka? Egy ilyen könnyed, lazak is. Egy rohadt részt nem láttam belőle. Ráadásul ez egy ilyen délszaki vidám zene, ami tengerpart Karib, nem? Hát mit keres egy ilyen alaszkai filmsorozatba? Nem is értem. Egy ilyen dobos kongás? Hát nem, ez egy ilyen pálmafás, koktélos, és erre Alaszka, ott meg hideg. Lecserélték a forgatókönyvet, eredetileg miért éppen Madagaszkár? Csak a drága volt a helyszín. Igen, miért éppen Malacka írja valaki. Na, nézzük a
közlekedési híreinket. Kamerával felszerelt rendőrségi hadijármű transporter tanyázik Csornán, a Soproni úton. Levi küldte nekünk. 10-es út káosz, mindenki kerüljön, aki tud, Gabci írta. A 21-es úton a Tari leágazó után Salgótarján felé őzet üzöttek eltart a helyszínen is. Rajkai határ egyelőre jól járható. M5-ös autópálya 84-es 85-ös kilométer között Budapest felé a belső sávban egy kutyatetem van. Valamint van egy trafink a 18. kerületben a Királyhágó utcában, Pistike küldte nekünk, és trafi van Szentes és Csongrád között a Gátőrháznál is. A Gátőrháznál is mérnek. Csoki guru írta nekünk. 5 perc van pontosan, 8 óra jövünk, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket besatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 7 perccel szép reggelt kívánunk. Mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, folytatjuk a Morning Show-t. Brian Adams a 69-es nyara után. Most olyan volt, mint ilyen format rádióznánk, nem ott szokták így lekonferálni a dalokat, igen, belefűzni valamit, micsoda nyár, de már itt az ősz, hallgassuk meg a következőt. Ez a klasszik format rádiózás. A kanadai rocker halhatatlan slágerét hallhatunk az elmúlt néhány percben, az elkövetkező pillanatokban pedig igen, természetesen egy újabb fantasztikus klasszikussal megyünk tovább. Amitől behalok, a forgatom a következő korongot. Hozom. Hozom. Leporoltam néhány korongot. Nem engedném többet mikrofon mögé, aki még ezt meri mondani 2015-ben. Korongot. Hozok néhány korongot, nem sokára forog. Itt forog, érted? Igen. Hát ki hiszi azt már el, hogy tényleg itt forog. Nyilván. És ezt még egy csomó forog. Kereskedelmi rádióban használják. Leporoltam néhány korongot ma délutára. Nem sokára forgatom. Forgatom. A modorosságnak a teteje. De tényleg, nem? Megvan? Tudni abszolút, mondani neveket nagyon szeretem. Nem sokára forgatom. Hm? Leporoltam a korongokat, nem sokára forgatom. Atya Isten! Hogy vagyunk? Mi van most? Jól, köszönjük szépen! Közlekedés. Nézzük, mit írnak hallgatói. Az M1-es 132-es kilométerénél most állítják a szervek a kamerát, mindkét irányban vigyázzatok, Metaxa írta nekünk. Rottenbiller utcát, a Dohány utcánál vaddisznó módra túrják. Ja, azt hittem vaddisznó van a Rottenbiller utcában. Na, igazi meglepi. Az igazi éghajlatváltozás, igen. M3-as 206-os kilométer Budapest felé a parkolóból mérnek. Egér küldte nekünk. M1-es 64-es kilométer Budapest felé egy sávon megy a forgalom, szalag korlátjavítás miatt, valamint a Szilágyi Erzsébet fasor befelé irányban elesett csúnyán, nagyon csúnyán. Adrien, köszönjük szépen a fokozást, és van még egy, M5-ös bevezetői lépésbe lehet haladni, egyrészt útszűkület, másrészt az embercsempészeket kereső megállító rendőrök miatt. A sok nézelődő miatt belassul a forgalom, ezt Berni küldte nekünk, drága Berni, köszönjük szépen. Valóban így van, a 6-oson is állítják meg a furgonokat, a kis teherautókat, és hát keresik az embercsempészeket. Azt lehetett olvasni egyébként, hogy tegnap még egy utolsó nagy rohanat intéztek az embercsempészek, mert ugye a déli határt most lezárták, és még gyorsan mindenkit, akit lehetett. Iszonyatosan nagy volt a nyüzsi. Olvastam róla, hogy egy-egy embercsempész, aki gyakorlatilag nem csinál már semmit, csak leszervezi, tehát a góri az embercsempész. Tehát nem is ő visz. Így van, ő nem visz, napi 7 kiló. Én azt olvastam, hogy óránként 7 kiló. Óránként, bocsánat, igen, óránként. Tehát egy kanyarral 200 ezeret keres. Nem a napi 7 kiló, az a Feri volt. Amikor fogyott. Hú, napi 7-est, abból gazdag lennél. Amikor belehúzott a fogyókúrába. Abból gazdag lennél. Igen, de az már nem volt egészséges. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Képzeljétek el, hogy ugye időről időre mindig felbukkannak mindenféle ilyen Facebook oldalak. Mi ugye többször hangsúlyoztuk már itt az adásban, hogy nekünk, se Balázsnak, se nekem, Feri az egyetlen kivétel ebből a szempontból, nekünk nincsen saját Facebook oldalunk, nekünk csak mindenféle ilyen nem hivatalos Facebook oldalunk vannak, nekem jelenleg most 4 van egyébként, illetve na, hát azok kamu, mondjuk azt, ne azt mondjuk, hogy nem hivatalos, kamu Facebook oldala. Tehát kamu Facebook igen, oldala. És mindig oda szoktam ezekre a dolgokra figyelgetni egyrészt, másrészt pedig ugye a hallgatók is mindig írogatnak. És most az egyik kommentet olvasgattam itt a Facebook oldalunkon, a sajátunkon, és az egyik hallgatónk jelezte, hogy valakinek én írtam, egy Rachel nevű lánynak. Rachel! Még kiskorú egyébként, csak mondtam. Oh, mondom, és igazából ez az én nagy problémám ezzel a dologgal kapcsolatban. Nem Rachel! De fúj! Undorító ez az egész. Tehát, hogy jól értem, hogy a te kamu profilod rá elkezdett igen, csajozni a te nevedben? Hát, finoman csak, de szerintem a jövő az tulajdonképpen ez lenne.
Jelezte egy hallgató, hogy csajozol a kamu profilodban. Hát igen, igazából nem a csajozásnak a tényét rögzítette, vagy jelezte felénk, hogy, hanem azt, hogy valaki az én nevembe írogat. Van egy ilyen ask.fm nevű ilyen kis ilyen közösségi lehetőség, ahol mindenféle ilyen videókat tudsz megosztani, kérdéseket tudsz feltenni azoknak a barátaidnak, ismerőseidnek, akik fenn vannak. Egy picit olyan, mint a Twitter, de talán annál egy picit összetettebb, mert hogy fel is lehet tölteni mindenféle videókat. És kiderült, hogy ez a Rachel neve lány, ezt szeretne rádiózni, meg tévézni, hogy tudom én, a médiában szeretne így elhelyezkedni, majd valamikor, hogyha kijárt a középiskolát, mert ahogy látom itt a különböző hozzászólásokat, ő még azért bőven 18 alatt van. A lényeg, hogy felmentem, és basszus, tényleg beírt egy Vadon János nevezetű ember, vagy ennek a Facebook profilnak a tulajdonosa neki, és a lány komolyan is vette. És hányan vannak ezen a Vadonjani oldalon, aki írogat? Ez még biztos? Senki, ez egy tök friss oldal. De te vagy, tehát a te fotód van ott? Persze, természetesen. És a kislány elkezdett a kamu Vadonjanival Facebookozni? Igen, és ő egyelőre csak nagyon örül neki, hogy írtam rá. Hát, ez az első lépés. És mit írtál? Jót írtál legalább? Jó fej voltál? Azt hiszem, valami, hogy be, várjál, mindjárt mondom neki pontosan. Egyébként Dzsuzsák Balázs is írt neki, csak mondom. Ő azt írta, hogy ügyes vagy. Én pedig azt írtam neki, hogy ha lesz időm, elmegyegetek. Aha. Ha már hova mész el? Hát nem tudom, hogy ezt miért osztottam meg vele, hát nyilván. Aha, ezt minden nap van időd elmenni, de ez igen, hogy érez ide? De hogy egyáltalán miért. És aztán a lány azt írja ezen a kis oldalán, hogy ő lesz nálunk ezen a héten a Morning Show-ban. Igen, azt írta, hogy konkrétan azt írja, hogy a másik ír az, hogy a jövő héten benne leszek a Klassz FM reggeli műsorában, de hétfőn pontosan megmondom nektek, hogy melyik nap és pontosan hogy hány órakor leszek benne. Rachel, de mert a Rachelnek is egy kamu Rachel SMS-ezik egy kamu Janival, tehát a Rachel se igazi. Nem? Hát, simán benne van a pakliban. Simán. Lehet a Rachel se igazi. És persze vannak azért kétkedők, hogy rád írt a Vadon Jani, ezt ki hiszi el, a leghallgatott a magyar rádió nem elkényeztetett 15 évesekkel foglalkozik, ha meg igen, elég nagy szégyen. Na de látod, közben mégis erre foglalkozunk. Hát de basszus, de ezek a kamu oldalak, meg a kamu oldalak üzemeltet, hogy tényleg, miért nem húzzák már a legalább? Nincs baj, öregszel, nyitsz a fiatalok felé, Jani, nem most jössz ezzel a kamu oldal, meg jaj, de kellemetlen. Hát valójában én vagyok mögötte, csak de már azt mondod, hogy csinálom, kamu, mintha legjobb. Nem, igen, jó. Hát igen, egyszer sokszor elmondtuk, hogy nem vagyunk igazából. És én mit csinálok? Csinálok valamit, vagy rendben viselkedem? Nem, most néztem egyébként, mert néztem a unofficial Vadon Janost, és láttam, hogy megosztotta az unofficial Sebestyén Balázsnak az oldalát, és nagyon jó egyébként, mert az, aki a te oldalagat csinálja, az szerintem már skizofrén. Miért mit csinál? Tehát mit csinál? Figyelj, hányan vagyunk? Következő, gyertek át szombat este. Hányan vagyunk? Az új nagy sikerű műsorod, már 42.573-an vagytok. Tök jó. Ami egyébként teljesen jó. Ugye most indult el az új szombati műsorod, következőt írta be ezzel kapcsolatban ő, illetve nem te, mert hogy ő már te, érted? 21.15-kor kezdünk. Mindenki a kanapéra, és induljon a szórakozás. Ő egy kicsit skizofrén. Ő már elhiszi. Ő már valójában én vagyok. Igen. Ő elhiszi, mert hogy egyes szám első személyben fogalmaz. Aztán jó étvégét kíván mindenkinek, miközben megosztja a vele készült interjút, nem veled, vele készült interjút. És azt írja, hogy készült velem egy interjú, már egyeszem első szemébe olvassátok el? Így nem van, mondod komolyan. Megmutatjuk, hogy milyen lesz, ha velünk töltöd a szombat estét. De legalább nem egyeszem első szemébe fogalmaz, ha velem töltöd. Még annyira nem nagy képű. Igen. Mi van, ha hazamegyek, és már ott lesz ő? Tehát megyek haza, és ott van egy Balázs kinézetű fazon. Ja, hogy nem éri be az életemmel a kamu oldalon. Igen. Hazamegyek, és ott látom, hogy én játszom a gyerekkel. Mondjuk egy hozzám hasonló kinézetű, vagy mondjuk kettő van belőle. Tehát, és én próbálok visszaköltözni a saját életemben, de Viki nem hisz már nekem, hogy én vagyok az igazi, hiszen már otthon vagyok. Ráadásul jobban már tűnik az út. Én sem hinném el Vikinek, ha jönne, ha már Viki otthon lenne, és jönne egy másik Viki. Nyilván az otthon lévő tartanám eredetinek. Benéznék az ablakon, bekukucskálnék, és azt látnám, hogy játszom a gyerekemmel. És kopognék az ablakon, hogy engedj be, én vagyok. És azonnal hívná rád a biztonságiak, mire, azért elvinnének. Mire a Viki szólna neki, hogy nem lehetsz, te már itthon vagy. Érted? És egyszerre több lenne. Ez egy elképesztő élethelyzet. Hogy bizonyítanád be azt, hogy ő nem te vagy, illetve te nem ő vagy? Hát ha mindent tudna rólam, akkor nem tudnám bebizonyítani. Mert bármit kérdezne Viki, arra ő is ugyanúgy tudna válaszolni. Tehát valószínű kiszorulnék a saját életemből.
albérletbe kéne költöznem és dolgozik azon, hogy visszaszerezzem a saját életem. És ő járna be a tévébe, meg ide reggel. És bejönne ide reggel, és nem vennétek észre. De mi van, ha már ma is ő jött? Az nem lenne meg. Mi van, ha én már nem ő vagy, vagy ő vagyok. És nem az igazi. Honnan tudjátok, hogy én az igazi vagyok? Nem tudod. Ugye? Nem mindegy. És mikortól? Mától vagy már, vagy pedig tegnap? Mondjam el. Hát nem mondhatom. Hát nem mutathatja le saját magát. Neked na, kell olyan kérdést föltenni. Felteszek egy kérdést, amit csak az igazi Balázs tudna. Igen? Tegnap, körülbelül egy olyan 10-11 óra magasságában, mit ajánlott fel neked a Laci? De várjál már, nem tudom. A tegnap már kicserélték egymást. Ez klón! A klón! De ez igazi Balázs tudná? Lebukrom! Egy droid vagyok. Na jó, ez már nagyon beteg. Figyelj, akkor tudod, mit kell csinálni? Tehát, hogyha te vagy a klón, vagy pedig nem vagy klón, nem, a klón de el kell költözni. Ja, igen. Ha el kell költözni otthonról, akkor meg kell keresned az ő családját. Nem, a Viki klónt. Ja, Viki klónt. Viki klónt. És hozzámenni. És elkezded egy új életet. Nem, Benny a Viki klónt hazaküldenéd. Hazaküldenéd a klónhoz, aki ott lakik nálad, a Viki klónt, és te elhoznád a Vikit meg a gyerekeket. És akkor tudtok együtt élni ismét. Ez már túl bonyolult. Ezt már nem értem. De milyen szörnyület, hogy egyszer hazamész, és ott van valaki helyetted, nem? Hát... És benézel az ablakodon, és látod, hogy valaki ott él helyetted. És nem tudod bebizonyítani a feleségednek, hogy te vagy, hiszen az a valaki, aki belépett az életed, de mindent tud rólad, és bármit kérdez a Viki, tök jól válaszol, hiszen ő valódi klón. Az összes emlékeddel, mindennel együtt. És nem tudsz visszamenni a saját életedbe. Én nem bánnám. Mit? Én nem bánnám. Ha valaki beköltözne a helyedre, taperolná a feleségedet, életem. Nézni a várakat, és az egyiket odaadnám neked. Így van, de a többi meg az övé lenne, egy új élet. Ha? Nem lenne az olyan rossz. Hát én nem hagynám, hogy a klón beköltözön az életemben. Annak viszont kifejezetten örülnék, hogyha a Móniból megjelenne végleg. Még egy, mert hogy új távlatok nyílnának ki. Hát, lakjon otthon mind a kettő. Ja, hogy igen. Na mindegy, jó, szólunk a Facebookozóknak, hogy ne higgyenek ezen oldalaknak. Nem, jó? Senki, ne higgyetek el, ha csajozunk, ne higgyetek el, ha récsölöknek irogatunk, nem mi vagyunk. És én értem én egyébként a fiatal, csinos, tizenéves lányoknak, nagyon sokat jelent az, hogy én írtam nekik, de nem írtam. Hát nem hiszem, hogy túl sokat jelent, de nem jön írt. Szóval túl ne érteged magad, semmiképp segítek föl, de maradni nem jelent nekik már sokat, mert a nagyapjuk lehetnél. Ahol te is vagy. Tulajdonképpen lassan a nagyapjuk lehetnél, nem jelent sokat. Azért ezt ne gondolni. Örülnek neki, de hát most miért jobb ilyen. De nem te is. Ez olyan vagy te, mint a rockzenekoroknál a Ród. A Ródok keresztül vezet az út a gitáros. Az énekes. Jó, de ne felejtsük el, hogy a jó Ród az nagyon jó lepattanozó is. Hát Robbie Williams gitárosán keresztül lehetett csak eljutni Robbie Williamshez. Illetve sose vagy jutottál nem. El odáig, de meg voltál a gitárosnak. Vagy nem, is. De ő egészen elégedett volt ezzel a pozícióval. Na, te is mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Tegnap kölcsön... Aztán te Józsi. Igen, készülj Zsülci. Tegnap kölcsön kértem a béka autóját, mert a városban volt dolgom, és kellett egy nagyobb tárgyat elvileg. Lerobbant az Alfa? Nem, csak abban nem fér be, mert kicsi a csomagtartója. És ahogy jöttem visszafelé a kocsihoz, most már nem azt csinálják, hogy az ablaktörlő alá tesznek szórólapot, hanem beszúrja oda, ahol a te beszállsz, tehát a sofőr ajtónál az ablak hosszú rányomja, és fölnyomja a szórólapot oda a gumihoz, azt tartja meg. Igen. Na, mentem, én nem is néztem meg, hogy mi a szórólap. Levettem, bedobtam így az első ülésre, az anyós ülésre, bevittem, hazavittem a kocsit, visszaadtam az én kedvesemnek. Aki... Megtankoltad. Egyébként igen, de ez most mindegy, mert kocsid is. Tök érdekes, hogy megint üres volt, mikor nálam van. Ugye, hogy a kutyafára, hát nem pont égett a sárga lámpa, ismerem, tudom. De ez tényleg, hogy nem. Visszaadtam a kulcsot, aztán én elmentem az anyámért, meg elmentünk a Somáért, és a béka hív, hogy én milyen helyeken járok. Hát mondom, milyen helyeken, ben voltam a városba, betettem a cuccot, amit el kellett, áttettem a másik helyre, sehol nem voltam. De hogy az a szórólap, amit én oda tettem az ülésre, az egészen felháborító, hogy ezt én eltettem, és hogy ezt nem dobtam ki. Megmutatom nektek a szórólapot, kérlek szépen, mert elhoztam magammal. Hát, ez az. Na most bájos arca van a kislánynak. Igen, de bájos arca.
első ránézésre gondolnád, hogy ez egy átlagos masszázs szolgáltatás nyújtó történet. Én ezt ma néztem meg, miután a BK-val ezt, letisztáztuk ezt a helyet, de most fölmentem erre a bizonyos weboldalra, csak megmutatnám, mert itt azért vannak olyan képek is, ez az egyik masszázs szalonnak. Honnan hoztad el ezt a dolgot, amit ugye? És basszus, nem tudom kimagyarázni, hogy én nem voltam itt. Hát, ha találnék egy ilyen kártyát a feleségem ülésén, vagy ha én nő lennék és egy ilyen kártyát találnék, valószínűleg én is gyanakodni kezdenék. Ez egy masszázszalon, ahol aranyszalon, ezüstszalon és bronzszalonban várják a delikvenseket. Diszkréten világított kis, szobácskával. Így van. Gondolom, hogy bum-bum finissel a végén, nem? Én elolvastam a leírását, azt írják, hogy ez nem olyan szalom. Ez nem olyan szalom. Na most a képek ennek egy picit ellen mondanak, de mit csinálsz ilyenkor? Most mit mondjak még a BK-nak, mikor mondtam neki, hogy te figyelj, én nem szeretem a masszírozást magát, tehát én nem szeretem, ha hozzám érnek. Ehhez képest pedig ez volt a kocsiban. Na most kezdte, még mondasz valamit? Hogy nem, nagyon. Hát furcsa. Miért nem visz vissza, Feri? Megbántottalak. Ugyan miért van rá? Egyébként itt hagytad a tajkártyádat a személyközolványra, itt maradt a tárcát, Feri, gyere vissza. Viccelt, amikor azt mondtam, kicsi. Tehát ki lehet ebből jönni jól? Most mit mondjak rá? Nyilván letisztáztuk tegnap este, hogy én nem ott voltam, hanem ténylegesen szállítmányoznom kellett, de ugye szegény így elgondolkozott rajta, hogy én nem voltam otthon napközben, hogy bementem-e ide. Nyilván ő is fölment erre a weboldalra. Figyelj, Feri, én azt mondom, hogy be kell ki. Eljön még az idő, amikor örülni fog, hogy nem ők nyüstöve. Akkor tegye vel a szórólapot. Per a biztonság kedvéért. Hát ez szép. És magyarázkodtál? Hát mondtam, hogy nem, azt se tudtam, hogy mi ez. Én meg se néztem a szórólapot, és tudod, nem akarod eldobni az utcán, kuka nem volt a környéken, így ledobtam az anyós ülésre, hazamentem, és ott is maradt ezzel az erővel, mert ha megnézem, mert okos vagyok, akkor természetesen kidobom, hogy nehogy ez legyen, de ez ott maradt, utána ő ment pannáért, a másik gyerekünkért, és hát nyilván ezt ő így elolvasta, hogy ez mit tud. Ez a kis cucc biztos rágooglizott erre a bizonyos címre, és ott ugyanazt látta, mint amit én mutattam hát most meg nektek. Nagyobb baj lenne, hogyha mondjuk már hajnal 2-kor ébresztett volna föl, hogy a zsebedbe találta kint. Rohadt személy! A számlával együtt. Igen. Azért az kemény, igen, mikor egy ilyet így megtalálsz. Arra ébredt, hogy a homlokom a vasalóval fejbe vágnak. Meg a forró gőzvasalót a fejedre, hogy Philips. Igen, az a baj, béka nem kérdez, tudod, sütés, megtalálod a bőröndedet kint, ért a bőrönd, de hogy csak kidobálva a cucc. Úgyhogy ez van, kis mosolyszünet, de hát majd púla történet. Nem mész el megnézni? Te jársz ilyen szalonokba, nem? Nem mész el? Ismerem. Tényleg? Nem ismerem. Nem ilyen helyekre nem járok. De miért nem? De miért nem? Nincs ebben semmi. Azt írják, hogy semmi durvaság. Én megnéztem mindent, azt írják, hogy itt nincs semmi olyasmi, amire te gondolsz. Ennek ellent mond a body-to-body masszázs. Body-to-body. Nem hirdethetik magukat úgy. Hát nem lehet, persze, nem lehet, de hát azért így, ha megnézed az itt dolgozó hölgyeket, akkor azért van egy... Hogy képzeled fel, egy családos ember vagyok? Csak meg a címet. Ez igen, ez na, kemény. Hát szóval ilyenbe keveredtem, és ezek azok a dolgok szerintem, amire nincs magyar. Picit tehát, hogy nem kezded magyarázni, hogy béka, nem voltam, ott van, ledobtam magam mellé, sose jössz ki belőle jól. Hát de figyelj, de számtalan ilyen van, tehát hogy mondjuk az egyik oldalon, te vagy a másik oldalon pedig egy kicsit féltékenyebb, egy kicsit ezekre a dolgokra érzékenyebb feleség van, akkor gyakorlatilag ő mindenbe bele tudja képzelni ezt a dolgot, tehát hogy te valami kis tévúton jársz, mert jön tőled egy üzenet mondjuk egy régi munkatársattól, aki mondjuk hölgy, és ne adj Isten, még jól is néz ki, mondjuk jön a, mit tudom én, a Viberen, vagy jön a Facebookon, vagy akármi, jön egy üzenet, és ő ezt meglátja. Onnantól kezdve, hogyha egy picit szenzitívebb ezekre a dolgokra, hát neked véged van. Igen, nem iszunk meg egy kávét, és van mögött egy ilyen kacsintós jel. Hát kész, azt sose magyarázom. Mert hogy egyébként egy szelet sütit is megennétek mellé, meg lehet, hogy egy kólát is isztok. Hát meg arról szól a kacsintás. De hogyha a feleséged beleképzel többet, vagy a párod, onnantól kezdve neked véged.
Neked biztos nem volt ilyen, mert te rendes ember vagy, de tuti. De olyaninak hallom. Eltévedt SMS vagy olyan, amiből azt gondolták, mit tudom én, egy rúzsfolt, egy belső zsebbe. Hát, hogy egy félreértett üzenet. Elrejtett névjegykár, de hogy nem, ilyen egy csomószor volt régebben, persze. Hogy valaki rád üzen, olyat üzen, vagy találsz a zsebedben valami tényleg egy női névjegykártya, tudod, amit a fogadáson a kezedben nyomják, mint valamelyik cég, mint a kereskedelmi igazgató, mint az elrakod. És akkor mossa a Viki az ingedet, a zakódat, és benne van egy mit tudom én, egy kis boglárka a marketing, mint asszisztens névjegykártyája bent a zsebedben. Marketing asszisztens. És akkor tudod, hát, ez meg ki. Nincs ez a nagyon durva ez meg ki, csak ez a tudod, amit a csajok nagyon jól csinálnak, és nagyon jó érzékel. Találtam egy névjegykártyát a zsebedben, ez kicsoda. De úgy, hogy szinte meg sajnálod, olyan ártatlanul kérdezi. Hogy szíved szerint megölelnéd, hogy jaj, hát olyan ártatlanul kérdezed, de aranyos vagy. De közben érzed, hogy a kötelet már belerakták a nyakadba, tudod, már egy ilyen konyhakés közelít a szíved felé. És minden egyes mondatod egyre hülyébben hangzik. Tehát ez az állapot, amikor hallod magad kívülről, hogy beszélsz. Megvan az állapot? Vannak azok a tudatállapotok, amikor szinte látod magad az előszoba egy másik szemszögéből, hogy most ott állsz és hülyén beszélsz. És egy ilyen testen kívüli élményed van, és nem tudod megmagyarázni, hogy és minél ártatlanabbul mondod, annál rosszabbul jössz ki a dologból. Hát valakivel beszéltem, a kezembe nyomta, és hogy nem szoktad elrakni, úgyhogy elraktad. Hát mondom, hogy jöttünk, mentünk, tudod, és minél nyomorúságosabban magyarázkodsz, annál rosszabb az egész. Aztán megyünk tovább, tehát nincs belőle azért nagy baj, csak tudod, ezek a finom kérdések. És senki más nem volt ott ezen a partin, csak ez a hölgy. Amit egy pali nem kérdez meg, mert én találok a Vikinek, a palik nem ilyenek, de a csajok azért ezt baromi jó érzékkel tudják úgy bekérdezni, hogy ha tényleg nem történt semmi, akkor is baromi hülyén tudom. Hát most ráadásul már lehet, hogy van egy képzelőre, vagy egy valóságos dossziéja. Tudod, hogy már felment a Facebookra, lenyomoztam, már mindent tud róla. Aha, mert hogy van fölne egy közös kép rólatok. Hol? A jó, az már kemény, hogy úgy találja meg a névjegykártyát, hogy előtte már kamura megtalálja, hiszen már fél órája megtalálta, de csekkolja a Facebookon. Tehát de ilyenkor már mit tudom én, egy céges partin csinál egy selfit, nem is veled csinálja. Csak ott csak rajta vagy a képben. Igen, mert fönn van. Igen, akkor már fönn vagytok a fészem. Ja. Igen, hát a csajok ilyenek, de ez baromi jó érzékkel érzik meg, vagy ha valaki fölhív, akkor ő rá tud kérdezni, hogy vele mikor beszéltél utoljára. Tehát, hogy ők ezt nagyon nem tudom, hogy honnan érzik, vagy hogy tudják. Valószínűleg mindenre ugranak egyébként, és mi érezzük ettől magunkat rosszul, hogy egy olyan dologba képzelnek bele valamit, amiben nincs több. Egy kávé van benne, vagy egy ilyen selfie kép, amit te mondtál, Jani. És akkor ott állsz hülyén, de hát ha most kezd el magyarázni, akkor meg nyilván arra gondol. Onnantól kezdve. Ugye? Akkor véged van. Ha elkezded magyarázni? Persze. Mit elrakjátok? Hát elrakod ezeket, te is, én névét kártya, stb. Nem? Hát persze. Még a rúzsfoltot kell ott a kocsiba, még a liftbe. Új, de gáros. Tehát azzal nehéz mit csinálni. Ezért kell férfi nével elmenteni mindegyik. Kovács Andrea, Kovács András. Ha? Jó, azért ott is van rutin. Csak találgatok. És ha becsörög az András, és véletlen felveszi a feleséged, és egy női hangban menne, azért az nagy bukó. Jó, hát arra nem szabad rászoktatni, vagy hagyni, hogy rászokjon. Már ki? Hát, hogy az illető, hogy telefonálja. Nem, hogy a feleséged, hogy felveszi a telefont helyetted. Mi rávágsz a kezére, vagy mit csinálsz? De miért? Neked felveszi a Viki? Hát te látja, nekem magánszámot, ismeretlen számot nem veszek föl, ha pedig valaki csörög, hát akkor látja, hogy ki, és akkor hát ha nem érem el, vagy gyerek van a kezemben, vagy kérem, igen, hogy... Milyen ügyben? Yes! Miért zavar? Fürdet! Mi kellene hozzá? Nem pszichopata a feleségem az. Mi köze hozzá? De az anyám volt. Nem tud most beszélni, nem értő? De Viki, hát az anyám volt. Nem, hát nekem ott van a telefon az asztalon, mindent lefordítod, elrakod, fiókban tartod. Hát nekünk így ott van egymás előtt a telefon, vagy így nincs elrejtve. Ez egymás telefonjának a felvevése. Tehát, hogy én nem szoktam felvenni az övét, hogy őt keresik. Telefonon. Ha nem éri el, keresheti bárki. Fürdik, nem. Hát tőlem aztán csöröketnek. Hát engem értem. Szia Balázs, kisboglárka vagyok, tehát már le is tagadsz, pedig esküvővel kecsegtetél ide. Na, nézzük meg ezeket a nagy félreértéseket. Jó, drága hallgatók, amikor a feleségetek, a barátnőtök talált valamit, de most nem azt, amikor lebuktatok, hanem amikor valójában ártatlanok voltatok, de mégis óriási balhé keveredett a dologból. Egy névjegykártya, egy rúzsfolt, egy vörös volt az ingen.
egy pipsós szóróanyag. Tehetek én róla. Egy szóróanyag, Feri a masszázszalon közelébe se volt, de mégis azért magyarázkodni kellett. Tehát, hogy nézzük meg, hogy kinek mennyire paranoiás a felesége. Mert elsősorban azért ezt tényleg csajokra lehet levetíteni. De egy rossz időben érkezett félreértető SMS, vagy Viber üzenet, vagy Facebook üzenet. Ami tényleg ártatlan volt, hogy ártatlannak indult, mégis balhé lett belőle. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mi történt. SMS számunk 06-70-645-00-00. Jövünk Ákos híre után. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És ugye arról beszélgettünk, hogy milyen félreértések vannak egy párkapcsolatban, amikor valamelyik fél azt hiszi, hogy a másik megcsalja, de nem konkrétan ugye a témánk az, hogy amikor ez valójában megtörténik, hanem az, amikor ártatlan vagy, csak jön egy SMS, jön egy hívás, a párod talál valamit a telefonodban, félreérti, van egy rúzsnyom az arcodon, de tényleg nem történt semmi, és tényleg ártatlan vagy. Viszont a feleségedet, barátnődet hát nehéz megnyugtatni, hogy nyugodjon meg, félreértésről van szó, mert ebben az idegállapotban nem nagyon tudsz mit mondani, ugye, ha úgy érzi a párod, hogy rajta kapott, és hát nehéz bármit mondani, mert minden magyarázkodásnak tűnik. Hát valaki meg se lehet győzni egyébként az igazadról. Mint ahogy ugye, hát jó, nem árulunk el vele nagy tükröt, végül is a témát azért hoztuk be, mert Feri lebukott, és most próbáljuk valahogy kimozsolni. Az elfogadhatatlan. Minél többet beszélünk róla, témát csinálunk belőle, annál kevésbé feltűnő. Tudod, mit melózom ezzel, hogy ebből most téma legyen? Hogy Ferinek mentsen még a írháját otthon? Nagyon örülünk neki, hogy ti is tudtok azonosulni a témákat, de valójában hazaüzenünk. Az igaz, egy nagy mentsük meg Ferit. Köszönöm mindenkinek, aki hasonló cipőbe járt. Férjem ilyen, barátnőmtől kaptam egy somlói galuskát, hazahoztam, és kitört a cirkusz, hogy nők nem szoktak egymásnak sütit venni. Valljam be, hogy pasim van. Ez csak egy a millió hasonlóból. Na, ezt még nem hallottam. Ez meleg azért. Mint a barátnőmtől somlói, nők nem szoktak egymásnak sütit venni. Csasz. Miért vinni haza az ember, igen. Engem a haverok lefogtak, és kiszívták a nyakamat. Ezt kellett kimagyarázni. Na, jó. Hát ez mindenek az alja. Hú, szerintem zseniális. Nagyon tetszik. Elkezdett nagyon mondani, tetszik. De figyelj, tényleg azt történt, hogy ittunk a srácokkal a kocsmában, lefogtak. Nagyon jó poén. Nagyon tetszik. Úristen, mit teszem. Szerintem már hétvégén kipróbáljuk a srácokkal. Nagyon jó. Imádom. Az autócsomagtartójában oldalt eldugva egy csikosítót és gumiószert találtam, botrán csináltam, a férjem öccse kölcsön kérte pár héttel ezelőtt az autót, Németországban volt, idézőjelesen üzleti úton. Na akkor felejtette Odi, de mivel felhívtam és számon kértem, a feleségem pont hallotta, majdnem válás lett a vége, azóta nem a mi autónkat kéri kölcsön. Írja nekünk egy hallgató. Diszkóban voltunk egy baráti társaságban a feleségemmel, az asszony kiment egy közös pisilésre a barátnőivel, nagyon melegen volt, mire egy társaságbeli lány hideg kólás üveggel hűtötte a tarkomat. Ekkor jött vissza az asszony. Balihé, hegyek, ez több mint 10 éve volt, azóta hallgatom. Pedig egy hideg kólás üveget felnyomnak a tarkomra, hát ez nem annyira semmi. Hát annyira el tudom képzelni, amikor neked hűti valaki a tarkodat, egy hideg kólás üveg, és a wiki betoppad. Nem, ő már nem él, aki hűtött. Azt figyelj, akkor csak a csörrenés, a kólás üvegnek a csörrenését lehetne csak hallani, és ő pedig eldőlné. 3-4, hogy hívják a késsel, villával, meg ilyesmivel, hogy hívják körül, és a feje pedig gurulna el. Barátnőm betegesen féltékeny, a Facebookon követi, hogy kik lettek az új ismerőseim, minden nőről kifagad, még a 60 éves rokon a néni. Egyszer duzzogva kelt fel, mikor megkérdeztem, mi baja, azt mondta, hogy megcsaltam álmában. Az igazi paranója, amikor már az álomra is féltékeny, vagyis dühös vagy a párodra, mert valami olyat tett álmodban. Az ilyen terhelt nők nem egyszerű. Kollégám a szlovák üzleti úton voltunk, véletlenül a felesége napszemegét hozta magával, és ott felejtette az én kocsimban. Nem volt egyszerű kimagyarázni, miután a neje megtalálta. Csaba írta. Csaba írta nekünk. Igen, ez kemény, amikor a haverok barátnői ott hagynak valamit a kocsiban, nekem is ilyen kézfertőtlenítő, hajcsat, hajgumi. Hajcsat a haveroktól. Ó, hát maradt már ott, mintha mentem a márka valahol, ott ült a barátnője, és mint a hajcsatját, a hajgumiát ott hagyta a kocsiban. Azt hittem a márk hajgumiát. Nagyon nagyszerű. Ott hagyta a kocsiban, mert a Viki megtalálta, és amikor előveszel itt egy ilyen női hajgumit két hosszú női hajszállal benne, az kemény. Az kemény. Mi? És akkor nagyon tartja. Kell kapaszkodnod. Tehát akkor azért nagyon melózol. És nagyon kattog az agyad, hogy úristen, mit csináltál, tudod, hol voltál? Ilyenkor elkezdi lehelni a szélvédőt, megjelennek a lábnyomok, nem, de... És ez micsoda? Semmi. Nem, szóval az tényleg kemény, de hát ilyen van. Nem, hanem felolt egy UV lámpát. Igen, végig. Az NCIS senki hozzá képes, kapcsolódnak a lámpát. Vettem ezt a szemüveget, ideg. Azon a kis púder recset, tudod, végig megy. Csak joghurt.
keresi az új lenyomatokat, minden. Felrasztam a kaukázusi kefére. Tényleg volt egy vitem valamit, amit tényleg egy barátomat meg a csaját, és ott maradt egy ilyen készfertőtlenítő vagy a hajcsat, akkor azért kell egy katicás kis hajcsat, tudod, hát azért mondtam, ezt én hordom, itt szárítom be a hajam. Ez most a legújabb trend, de valahogy nem hittem. Arra keltem, hogy a feleségem hozzám vágja a telefont, reggel kaptam egy SMS-t idegen számról, hogy nagyon jó volt a tegnap este, és várja a következőt. Miután felhívtam a számot, kiderült, hogy az egyik munkapartnerem küldte, csak félrement, pasi volt egyébként, nem voltam aznap már álmos. Jött ez is SMS-ben. Én már azzal is meglettem gyanúsítva, hogy a feleségem azt álmodta, hogy én megcsalom egy szőkenővel, reggel ki lettem faggatva, hogy nem kavarok egy szőkehölgyel, a munkahelyemen nem dolgozik egy szőkehölgy. Nem egyszerű. Jóci küldte nekem. Mert az álmok nem hazudnak. Okay. Tegnap kaptam egy Emedias számról SMS, szia Balú, mikor találkozunk. A párom megnézte, persze egyszerre azt gondolta, hogy van valaki, azt se tudom, hogy ki írt. Mondtam, hogy soha, de soha nem csalnám meg. A volt férje megcsalta, azóta nem tud megbízni senkiben. 30 évvel ezelőtti párom talált 4 mozijegyet a zsebemben, a mai napig nem hiszi el, hogy 3 kollégámmal voltam moziban, és nem 2 lány, 2 fiú. Egyébként tavaly vettem el feleségül 30 év együttélés után. Mozijeggyel én is jártam így egyébként, azt meséltem, mikor elmentem megnézni az űrtitkai című félórás ilyen egy teleszkópról szóló. Hát vagy űrtitkos. Az űrtitkai. Az űrtitkai. Délelőtt bevásárló központ. Az űrtitkai 3-4 órás Hubble teleszkópról szóló. Egyedül voltam a moziban. És annyira nyomorúságosnak éreztem magam, hogy egyedül megyek moziba. Tudod, a legszáralmas, amikor a pénztárban is gondolják, ugye, hogy na, ennek már barátai sincsenek, hogy 2 mozi egyet vettem. Ezt elmeséltem, ezt a szorít adásra. Vettem 2 mozi egyet. Mondom, mégse gondolják a pénztárnál a csajok, hogy ekkora lúzer vagyok, hogy sziasztok, a Hubble teleszkópról szóló 3-4 órás dokumentumimre szeretnék egy darab mozi egyet. Mondom, 2 kérek. Odaadtam, és elmentem egy kezelő kislányhoz, és mondtam, hogy mindjárt jön. És csak mosdóban van. Szánalmasabb, hogy egyedül halálosan nyomorult. Beültem egyedül az előadásra, egyedül voltam. Brutál IMAX-ben az egyik behásárlók. Senkit nem érdekelt. Egy 3-4 órás, nem tudom mi a címe, magáról a Hubble űrteleszkópról szól. Hogy fényképezi a mély. Én se hiszem el. De, tényleg. És ugye, nem akartam, és hazamentem, és beraktam a 2 mozijegyet a belső zsebembe. Hazamentem, mint aki jól végezte a dolgát, vittem most aki a nadrágomat is erővet, 2 darab mozi jegyet. Ja, de még el is mesélted, hogy milyen filmet láttam. És én láttam, elmondtam, hogy hol voltam, mit láttam, egyedül ültem a moziban, mindent, de 2 darab mozi jegyet vettem elő. És mi volt a film címe? Már nem emlékszem. Nem emlékszel. 2 órával ezelőtt volt. És mondta, hogy hát elmondtam, hogy hol voltam, hát nem gondolod, hogy elmegyek egy nővel, hát bárki lefotózhat, látnak, hát mondom, ennyire nem vagyok amatőr, azért nekem is van múltam. Szóval azért... Hidd el azért, hogy átmentem már egy csomó mindenet. Mondjuk a 2 jó, mert jó egyébként. És megjöttem 2 mozi jegyet, hogy ne tűnjek számlamosnak. De inkább 3-at kellett volna venni. Az még nyomorultabb. Mindjárt jönnek a srácok, buliba vannak. És tudod, hogy egykező látja, hogy nem megy be utána senki. De otthon a 3 miatt nem kell magyarázkodnod. Az igaz. A 2 után meg nyilván kell. A 2 a legnyomorultabb. Uh-huh. És megtalálta a 2 mozi jegyet. De volt belőle. Volt belőle. Volt belőle baj. Mint a box. Véletlenül fordítva vettem fel az alsó gatyám, ezt esre vette észre, olyan bajhéj kerekedett belőle, hogy az brutális volt, azóta is harag van, pedig nem történt semmi. De arra gondolt, hogy jól vette föl, és ott máshol levette, és fordítva vette föl, mert sietni kellett. Azért az kemény, nem? De miért vette le? Nem vette le, reggel vette fel, fordítva. Kölcsönöm adtam a lakást egy barátomnak, a párom kísír szemmel vált. Ki volt ez a kák? Kérdezte, majd felmutatott egy műkörmöt. Magyarázkodnom kellett. Na jól van. Hát köszönjük szépen. Köszönjük az SMS-eket, játszunk. 3-as ugrás, már itt is van a hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Jó reggelt, Bence vagyok. Jó reggelt, Bence! Na, mi a... Honnan hívtál minket? Pont sétálok munkába, menet. Úgyhogy itt egy útkereszteződésnél volt egy kis dugó, és ott dudáltak az autósok. Na jó van, mit csinálsz, vagy mit csinálsz, merre vagy, hol vagy? Hát én még a szakmai gyakorlatomat végzem, egyébként Budapesten vagyok, és egy multicégnél dolgozok, könyvelőként mondjuk.
könyvelőként? Aha, a szakmai gyakorlat az mit jelent, hogy még hibázhatsz? Igen. De, hát ugye az egyetem elvégzéséhez kell, és a diplomához még egy 3 hónapos szakmai gyakorlat, és akkor most ebben a fél évben azt csinálom. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem sima ügy. Sima ügy? Mondod? Igen. Na meg. Tegnapról maradtak meg. Így szól az első kérdés gyakbalkasztóért. Melyik szigetcsoporton hagyományos üdvözlés az aloha szó? Aloha, hát ez, ha jól gondolom, akkor Hawaii. Így van. Így van. Na, azt nézem, baseball sapkáját menjünk tovább? Milyen témájú a kérdés? Uh-huh. Hát, figyelj, az itt az, ne álljunk már. Hát, ez még második. Már menjünk, menjünk. Mi volt kiírva Malacka otthona elé a Mici Mackó című regényben? Hú, hát ez az, hogy néztem én is, de... Na, nem már, hát ez... Ne, hát ez nem. Tilos az A. Tilos az A. Tilos az A. Tilos az A, ugye tilos az átjárás, csak eltört a tábla? Igen. Ú, tényleg. Hát ez egy rövid kis játék volt, Bence. Hát sajnálom nagyon. Igen. Nem volt nehéz kérdés, pedig azt hittem, hogy azért ez menni fog. Hát igen, csak már nekem is régen volt, hogy én ezt olvastam, és így hirtelen már nem volt ez a szemben. Igen. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm, sziasztok! Hello! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Hát ennyi. Kimagyaráztuk? Szerintem igen. Megvagyunk? Biztos, hogy nyugalom. Megmentettünk? Nagyon köszönöm, srácok, és akkor, ahogy megbeszéltük, délután 3-an elugrunk a helyre. Jó. Szerintem már nem fog gyanakodni. Jó keze, jó keze volt a csajnak? Ó, nagyon. Ügyes volt. Ügyes volt. Gangbang? Mi nem? Vagy mi az? Nem. Bang, 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 Tájföldön lettem bang-bang masszázs. Ilyen csillagokkal, tudod. Azért az szép. Na jól van. Ha 5 perc, ha pontosan 9 óra várunk friss közlekedési híreket. Jó, ha valaki lát, vagy hall valamit, akkor küldje el nekünk. Pápán a külső Veszprémi úton van egy trafi, ezt Peti küldte. A Pasaréti út is beállt a Szilágyi Erzsébet fasor miatt. Aztán Zsadányban, a régi benzinkútnál rendőrkocsiban van trafi, ezt Balázs küldte. Nekünk Rajkánál semmi dugó, tökéletesen járható, ezt küldte egy szlovák vendégmunkás, valamint a Kőbányai úton az Éles Saroktól a Pongrác útig 1 óra. Ne jöjjön erre senki, szép napot. Nagyszenken áll a kocsisor vége Sopron felé, aki tud kerüljön, Bagi írta nekünk, és az M1-es 64-es kilométerénél Budapest felé egy sávon megy a forgalom, szalagkorlát javítás miatt. Köszönjük az SMS-eket, jövünk Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden klassz hallgatónak. Itt vagyunk, és folytatjuk. Umbrella. Azaz. Jó kis Umbrella után. Umbrella. Jó kis Umbrella. Featuring Jay-Z. Azért bámulatos, hogy miről tudunk dalt írni, nem? Magyarul ezt hogy néznek ki? Esernyő. Ugye, hogy milyen szerencsések azért az angolok? Az angol nyelv azért bármit elvisel, tényleg. Esernyő azért ez... Igen, valahogy nekik azért ez jóval könnyebb. Mitől fölgyelázik, vagy hogy mi nem figyeltem meg, elolvasom már a szövegét, ez miről szól ez az Umbrella? Attól felszerint, hogy valakinek feltűnik, hogy én igazából nem jó énekesnő, és hogy egységúak a dalai, és nem tudom. Tehát, hogy mondjuk számomra a legfigyelemre méltóbb pontja az a feneke. Tehát, hogy... Kinek? Azért ez nem rossz. Meg tudok bocsátani bármilyen dalszöveget. Nem rossz. Hát Feri, téged elkényeztetett az élet. És mindenki. Igen, mindenki. Jani Hanna. Keressé. Na!
Nézzük akkor, mit írnak a hallgatóink. Elő a farbával, Bali! Azt mondja, hogy az egyes úton Budapest felé az M0-ás felüljáró alatt az összes zárt szekrényű teherautót és kamiont ellenőrzik a rendőrök, gondolom a migránsok miatt. Jó műsor, szép napot nektek, Bandi! Zsadányban zsiván zsandárok zsonglőrködnek, zsebre zsenge zsákmányukat zsírozzák zsötömre. Zognis Dani küldte nekünk. Székesfehérvár elkerülőn az Úrhidai felüljáró alatt a Várpallota felé trafivantipek küldte nekünk. Miskolci 26-os kivezetőn kamion és személygépkocsi karambolozott helyszínen és folyamatban a belső sáv lezárva. Fehérvár 8-as elkerülő Veszprém felé van egy trafi. Simci küldte nekünk, valamint a kamionosoknak szívás, ha Rajka felé mennek, mert ott ma ünnepnap van, tehát kamion stop, ezt sehol nem mondják. Kivéve nálunk, Csilla, kivéve nálunk, mert mi mindent mondunk, amit elküldtök nekünk. Így van. Úgyhogy küldjétek, mi bemondjuk. M7-es 133-os kilométer Szombathely felé rendőrök lézerdiszkoznak, Zsolti küldte nekünk, pápám, a külső Veszprémi úton szintén van egy trafi, Peti üzeni, és Farád belterületén a jól megszokott babakék transporterből mérik a csorna felől érkezőket, Szabesz küldte nekünk. Szilágyi Erzsébet Fasor befelé elesett, Adrien üzeni, valamint a parkolóból mérnek az M3-ason a 206-os kilométernél Budapest felé Egér küldte nekünk. Rütko visszatér? Vissza! Gyerekek, hát vissza. Rend lesz végre, végre a Világegyetemben, a reggeli műsor egy erős arccal bővül. Megy a munkába. Feri. Megy a mokkába? Megy. Igen? Megy. De ő nem úgy volt, hogy összeveszett a TV2-vel? Vagy őt kirúgták? Vagy ő elment? Vagy most visszajött? Elment. Már hányadik visszajövetele, felmondása, visszajövése is. Taktikus öreg Róka, ő úgy veszik össze mindenkivel, hogy aztán még azért legyen egy kis kapu nyitva, és vissza tudjon menni. Figyelj! Hát... kell is a vidámság abban a műsorban, én azt mondom. És ezt Rütko fogja hozni? Hát egyértelműen. Ő szállítja majd a poénokat? Te is tudod, hogy mekkora humor. Jó, hát én egy műsornak a tévében nem az a feladat, amit egy rádióban, hogy vidám legyen és szórakoztató, ők ilyen közéleti dolgokkal foglalkoznak. Meg inkább elpolitikával is, azért nem foglalkozik politikával. Azt nyilatkozta, hogy még nagyszerű hétköznapi hősök vannak, akiket ő neki be kell mutatni. Jaj, ne, erről még nem jött le. Úristen, ez a trippem van még mindig. Jézus, hagyja meg, és hány embert akar még hazahozni, aki közben nem akar hazajönni. Na igen, még mindig vannak hősök? Igen, ezt nyilatkozta, hogy sajnos sok hétköznapi hős van, és neki meg kell mutatni. De akkor miért a mokkába megy? Hát ott énekesek vannak, popsztárok vannak, színészek vannak, politikusok vannak, ott a legkevesebb a hétköznapi hős, hát hős, mert ott általában olyanokkal beszélgetnek, akiknek nevük van, mert valamit csinálnak. A mokkába megy. Hát azt mondom, de a hétköznapi hős... De lesz egy hétköznapi hős rovat, biztos. Nem. Majd a hétköznapi hős csinál mindenkiből, aki oda bemegy. Ja, mi gondolsz, hogy énekes vagy? Dehogy vagy te? Egy hétköznapi hős vagy. Megmutatod az embereknek. Ha tudom előre, hogy a Kárásszal lesznek ketten, akkor aznapra biztos, hogy szabadságban leszek ki, hogy rá tudjak kapadni a képernyőre. Nem, hát mindig egy fiú, egy lány a párosítás. Nem? Tehát Kárász, Demcsák, Demcsák, Kárász. Demcsák, Kárász, Demcsák. Tehát ott mindig fiú lány van. Na mindegy, csak olvastam, hogy ezt azért halljuk a hangodat, hogy örülsz egy kicsit. Mit tudod, Konaj? Nem, nincs vele különösebb bajom. Igazából. Ott a zsúra az állandó pont, más csaj nem is nagyon szokott lenni, ugye? Dehogy, a Cipán Anett. Ja, Cipán... Hú, hogy tudod felejteni? Igen, na mondjuk ez is fura. És akkor most három fiú lesz, a Pakman, Kárász és... És a Trutko. Így van, így van. A Pakmant azt... Ja, nem csak mondani akart, hogy nem lehet állandó, mert nagyon kiüli a kanapé. Én abszolút... Szebetek vagytok, fúj! Én ebben a megszállásban még egy rossz szót nem szóltam. Csak annyit kérdeztem, hogy a Rütko visszatér, és bedobtam így a bombát, és hagytam, hogy megnéztem, hogy mit kezdtek veled, de semmit nem mondtam. Akkor tegyük fel azt a kérdést, amit már mindenki fel akar tenni, aki már látta a mokkában a Pakmant ülni azon a kanapén, hogy kirendezte be a stúdiót, kivette meg a kanapét, és miért nem mérték meg a Pakmannak a lábszárát, mielőtt megvették azt a kanapét, illetve miért nem mérték le azt, hogy hova kerül majd szegénynek a súlypontja, ő szenved. Látható. Ő is tudja, mi is. Igen, tudja. Hát ezzel nem lehet ülni. Hát egyszerűen képtelenség rajta az ülni normálisan. Az picit nagyobb testalkatú ember nem tud ülni ezen a kanapén. Kész. Egy magas, szépszál, derék ember, nem neki való az a kanapé. Nem. Na, elmondjuk, hogy milyen rovatunk lesz, egy új rovat. Igen. Mert hogy a drága Julinkkal annyi minden történik, és ez mindig nekünk a szerkesztőségi szobában meséli el. És mi ezeken a történeteken nagyon jól szórakozunk, és arra gondoltunk, hogy egy héten egyszer Juli hozza be ezeket a csajos sztorikat adásba. Hogy mi történik vele, ő egyébként egy nőként gondolkodik,
és észrevesz egy csomó olyat, amit mi pasik, ugye, nem nagyon veszünk észre. Közben anya, közben feleség, közben egy szex istennő, közben a gyermekeinkért, a gyermekeiért az óvodába, iskolába haladó anya, dolgozó nő, tehát egyszerre rengeteg mindent megszemélyesít a Juli. Egy igazi 21. századi nő. Sok oldalú, nem? Így feleség, szerető, anya, gyermeket nevel, szeretős. Rengeteg, hát úgy nem úgy ja. Szerető. Tehát, hogy... Annyi szépen mondtál róla, hogy én már is vesztettem a fonalat, hogy kiről beszél. Juliról. És arra gondoltunk, hogy mivel ezek a történetek egyébként nagyon szórakoztatóak, így egy héten egyszer jöjjön be, hozza be ezeket a női idézőjeles problémákat, mert nem mindig probléma az, amit ő behoz, mondja el nekünk, és mi férfi fejjel próbáljunk erre megoldást találni. Ugye ritkán van ilyen, mert általában pasik megbeszélik a pasis dolgot. Pasis társaságban, vagy csajok elmennek, és akkor ilyen csajparti keretein belül megvitatják ezeket a dolgokat. De ha egy nő hoz be valamit, és arra férfiak reflektálnak, abból akár még valami jó is. Vagy akár mi is segíthetünk. Hát erre gondolok én is. Elmegyünk, hogy... vigyázzuk a gyerekre, megverjük a férjét. Bármire éppen akkor szükség van, azt mi megteszünk. Igen. Úgyhogy itt van Juli, és keddenként 9 óra után ő elmondja, hogy mit látott, mit hallott, mi történt vele, akár a konyhában, az ágyban, az óvodában, az iskolában, az utcán. Vagy mi az, ami egy nőt foglalkoztat? 21. századi nőt mi foglalkoztat? Mi pedig megválaszoljuk. Jó, most akkor így találom rá, legyen az ágy. Na meglátjuk, mit hozott először Juli. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Júli! Látod, még egy színlet is kaptál, látod? Hát annyi. Kétség. Mondjuk azon elgondolkodnék, hogy a Beach című dal van alatta. Azt szólt alatta. Igen, nem hát az ugye az I'm a Beach, I'm a Lover, I'm a Mother, tehát hogy minden vagy egyszer, amit én is mondtam, hogy szerető nő, ha kell az ágyban, akkor az, a konyhában az. Hát ugye egy nőnek ma már tényleg valójában sokoldalúnak kell lenni, ha ki akar szolgálni egy palit. Hát erről nyilván kérdés, hogy ki tehet. Mi pasik, amit elvárunk, vagy ti nők, amik akartok lenni. Ez egy nehéz kérdés. De vannak történeteid, és arra gondoltunk, hogy akkor oszd meg ezt velünk. Na, Jani, jó? Az imént mondtad, hogy ágy. Na, tessék. Fontos, hogy ráérsz-e minden kedden 9 óra után, hogy ezt beszéljük meg. Milyen hosszú lesz a romat ma, vagy jövő héten is számítottunk. Igen, vagy-e jövő hét kedden 9 óra után. Szóval, nem tudom, fiúk, olvastam egy tanulmányt, na, ami arról szólt, hogy minden 7.-8. házasságban eltöltött év után átlagosan heti egyre csökken az együttlétek száma. Azonnal egy szexes. Igen. Jól megérezted egyébként, jól megérezted. Nyilván most rögtön itt az elején nem kérdezek vissza, hogy hogy állunk? Ti hogy álltok ezzel? De mondjuk kétségtelen, ugye azt már sokszor elmondtam, hogy nekem van egy nagyon vehemens, temperamentumos férjem, és... Kanos. Hát én is fordítok azon hallgatóinkért neki. Igen. És amióta megvannak a gyerekek, azóta kétségtelenül alább hagyott az együttlétek száma, de hát mi azelőtt nagyon sokszor együtt voltunk, most meg nem vagyunk olyan nagyon sokszor együtt, és a Miró folyton a szememre veti, hogy mi úgy élünk már, mint a 60 évesek, és hogy mi már csak hetente egyszer, sőt, sokszor azt is mondja, hogy már csak 2 hetente egyszer, úgyhogy elkezdtem naplózni. Na, nagyon jó. Nem mondod komolyan. Van egy kis, kis naplóm, én naplóm, és beírod, hogy szerde este 9-től negyed 10-ig megtörtént. Mit írsz bele? Milyen naplóba írod? Hogy hova írod? A telefonomban. A telefonodban. Igen, aha. Beírom azt. Én a papír alapút javasolnám, és aláírattatnám a Miróval. Minden egyes izé. Nem, két független hatósági tanúval. Mi aláírjuk. A mutatsz dokumentációt, mi aláírjuk. Nem, nagyon sokszor konfliktus forrás nálunk az, hogy tényleg a Miró az, hát hogy is mondjam, előadja magát, hogy mi már megöregedtünk, és eljárt fölöttünk az idő, és hát ez így igazából már nem is igazi párkapcsolat, mert hogy mi már nem esünk egymásnak minden este, és hát úgy szoktam magamnak beírni, hogy hát vannak a rendes együttlétek, meg a rendetlen együttlétek. Igen, aha, és akkor így... a fél megoldás, teljes megoldás. Aha, értem. És hogy fullos, hebrencs. Gyors, lassú, odaadó. Ott voltam, nem voltam igen, ott. Zaklatott fejben ott voltam, nem voltam ott. A gyerek, nem tudom, uzsonájára gondoltam közben, de meg kellett. Tehát minősíted is, ettől ötig pontozod? Nem, nem.
most ez hogy, hát ezt most hogy mondjam? Hát hogy csak igen, ész, tehát, hogy meg volt, vagy leírod, hogy mi volt, milyen volt, és hányos pontot adsz neki, vagy hát hányos osztályzatot? Hogy mindnyájon ott voltunk, ő is, én is, vagy csak ő volt ott, de én is nyilván ott voltam, de... De miért, amiről neképp a memóriáját egy vasárnapon, mint elfelejtéti szerben együtt voltatok, nem értem? Abszolút összefolynak a napok, a hét az nála általában 4 nap, és így, hogy is mondjam, így nagyon gyorsan elszáll neki egy hét, és ebből mondom, de nálunk rengeteg veszekedés van, hogy... És most mióta vezeted? Egy hónapja. Igen. Na és mi a szám? Mi hát, derült ki? Hol a telcsi? A szám 2. Egy olyan testrész. 2. Hát akkor az hétetente, Juli! Nem, mi? Hát hetente 2. Ja, úgy hetente 2. Viszont megtapsoljuk! Megyünk őszintén. Gyerekek, nincs akatok szégyeltem. A szex az egyik olyan dolog, amiben mindenki hazudik. Így van. Mindenki hazudik. A heti 8-a, miért hazudnék? Te kamus! Most úgy értem, hogy nem magadnak, bocsánat, mert nyilván tudod, hogy mennyi. Kevés? Tessék? De hogy kevés. Mióta vagyok együtt? Tök korrekt. Hát most fogunk a 12. életében. Jézus Isten, és még heti 2? De már az jó arány? Heti 2. Na akkor most itt üzenem a Mirónak, hogy itt van 3 potens férfi, és azt mondják, hogy az nem... Ne túlozzál, azért egy potens, meg 2 már erősen a B oldalon. Tehát azért így fogalmazik, hogy van egy fiatal csődör, aki mindenre kész, és van 2 ember, aki már jobban fél a dugástól, mint a veréstől, ahogy szoktam volt fogalmazni. Ugye? Tehát, hogy itt azért 3 potens ember nincs. 2 elmúlóban, lenyugvó napként, és egy még, aki nagyon friss. Nálam minden alkalom augusztus 20-a, mert úgy érzem, hogy ez az utolsó. Tehát, egy tűzijáték. Te egy halálra ítélt infomániás vagy. Minden az utolsó. Heti 2 10 év után, Juli. Igen. Tök korrekt. Ne viccelj. Az első évben mi volt? Óránként ezért fizetésről kövés szabadság. Júli, az meg kell, hogy nyugtassalak, hogy az nagyon jó. Az nagyon jó. 10-12 év után. Én úgy érzem, után... hogy szerintem egyébként ez nem egy rossz átlag. Á. Annál is inkább, mert hogy ő ugye nagyon sokat dolgozik éjszakában nyúlóan, tehát rendszeresen akkor ér haza, amikor én már alszom. Aludnál. Tehát nem, én olyankor alszom, engem nem lehet felébreszteni. Tényleg? Az engem izgat? Nagyon nem. Te lehet, hogy ő közben egyébként csinál valamit. Pedig ez a dolog nekem nagyon tetszik. Na, úgy csak nyugodtan, én itt babrágatok. Meg kéne nézni a Miró telefonját, hogy neki lehet, hogy neki 31 van az elmúlt egy hónapból. Csak annyira jó alvó van. Annyira jó alvó van. Valahol behozza a lemaradást. És azt akarom mondani, hogy nagyon sokszor nagyon későn ér haza, és van, amikor oda se ér el a heti 2-re. Nálunk úgy van, hogy tehát dolgozik 2 napot, és akkor 2 nap szabad. És tudom, hogy a 2 nap szabad első napján, akkor már helyzet van, mert addigra már kicsit befeszül. És akkor a második nap, illetve a 2 szabad nap második nap. Igen, már a 7-es buszon a hasogatjában van. A 2 szabad nap második napján pedig, hát olyan, a ünnepnapokon néha akkor olyankor is egymást találunk, de pontosan tudom, hogy, tehát látom a Miron, hogy mikor önti el a maga az agyát, tehát hogy így... A maga az agyát? De tényleg, úr hogy így nem... Hát a Laoce szexszerelem gyengétség tantrikus robotában nem olvastam ilyen gyönyörűt, hogy a mag elönti az agyadat. De tényleg, van egy láttam, hogy ott úszik a sodróban, tudom. A Miró kifordul magából egyébként. Tehát feszült lesz, ideges, mint amikor az ember nagyon éhes. Ő neki tényleg konkrétan kezelába remeg, nem nagyon lehet hozzászólni, tehát így azért ezt nagyon hosszan nem lehet húzni. És félrejtés ne essék, tehát nem arról van szó, hogy én ezekbe az alkalmakba úgy megyek bele. De mi van, ha neked nincs kedved, és neki igen, akkor egyen legyünk túl rajta? Nem. Akkor azt mondom neki, hogy Miró, hát nincs kedvem. Akkor kicsit duzzog, és akkor befordul a fal felé. És akkor egymásnak háttal, nincs kis kifli, nagy kifli, és akkor durtesen elalszik, kiengedi a gőzt a feje tetején, mint a Szafiba, ugye a csávó, tudod, olyan leengedő. Nem tudom, hogy meddig feszíthetem a húrt. Aha. De olyankor az alternatív megoldás se jöhet. Szóval, de, abszolút. Akkor az abban. Tehát a 2-ből egy legalább ilyen. Nem. Előfordul néha. Várj, mit jelent az alternatív megoldás? Szólsz anyukádnak? Mama! Hát megszeretgetem. Nem, és ez úgy zajlik, hogy pontosabban ezt nem mondom el, hogy zajlik. Köszönjük. De én egyébként szerintem azt gondolom, hogy ez egy szerencsésebb megoldás, hogyha nekem még fáradt is vagyok, vagy valami bajom van, vagy fáj a fejem, vagy akármi, akkor nem azt mondom, hogy nekem ehhez most nincs kedvem, és viszontlátásra is fordulj a fal felé, hanem nekem fontos ő annyira, és szeretem őt annyira, és
kívánom is őt annyira, hogy azt mondom, hogy bár nekem most annyira azért nincsen hozzá hangulatom, de azért bújunk össze egy kicsit. Hm. És 11 év után mi a titok? Mert azért az tényleg jó, szóval legyünk őszinték, azért 11 év után az ember már nem ilyen statisztikát hall. Tehát azt hallod, hogy havonta, két havonta, vagy másnál keresik, vagy nehezen jön össze, vagy a gyerekre fogják, vagy fáradtak, vagy van egy közös nagy kollektív hazugság, amikor azt mondjuk, hogy mindketten fáradtak vagyunk, sok a probléma, sok a gyerek, nem szexelő. De közben igen, egy ilyen baromi nagy hazugságban van az ember, mind a kettőnek kényelmes, jó, együtt hazudjuk azt, hogy nekünk ez elég, mert egyébként meg a gyerekek miatt fáradtak vagyunk. Nyilván közben ez hazugság, de mégis az ember talán ezzel tudja magát áltatni. De azért az 11 év után nyugtasd meg a Mirót, hogy a heti kettő az egy nagyon-nagyon szép szám. Tényleg. Hát az jó. Hogy mi a titka? Egyrészt még mindig szerelemmel szeretjük egymást, másrészt a férjem egy isten. Jössz ki a buliból, szépen! Harmadrészt pedig szerintem vannak bizonyos szituációk, amikor egy nőnek, meg egy férfinak is, attól függően, hogy mennyire más az étvágyuk, meg kell tenni olyan dolgokat, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy ez a jó párkapcsolat harmonikusan működjön. És én... Úgy szeretem, hogy te ezt ilyen szinte gátlástalanul teljesen bevállalod. Tehát úgy teregeted ki a családi dolgokat, hogy ez számomra nagyon szimpatikus. És akkor most üzenjünk a Mirónak, vagy győzzük meg, hogy nincs baj? Hát, nem kell neki üzenni. Én szerintem, nézd, ő neki ezt sosem fogom tudni ledugni a torkán, hogy ez egyébként egy normális mennyiség. Nem. Értem. Tehát, hogy ez normális, neki nem az. Tehát neki a napi kettő lenne normális. Van menetfélelem, hogy ha nem teszed meg, akkor másnál keresi? Nem. Vagy előbb-utóbb azt mondja, hogy otthon nem kapom meg, akkor elmegyek másfelé? Nem, félni ettől nem félek, inkább hogy a feszültség lesz nagyobb. Nem hiszem, nem, a Miró én szerintem nem az a fajta, aki félre menne, mert nem, egyszerűen más a lelkülete ennek ellenére, amit mondtam, de hogy nem gondolom azt, hogy... Ezt a heti kettőt ezzel már te szembesítetted, hogy Miró nem egy, hanem tényleg kettő? Tényleg megmutattad neki a statisztikát? Illetve olyan volt már, hogy emlékezz rá, hogy pénteken ott és ott. És emlékezz rá, hogy viszont akkor szerdán is... Tényleg kicsit veledékeny, ha vasárnap elfelejti a pénteket azért, hogy nagyon leterhelt a férjet, a vasárnap el kell neki mondani, hogy emlékezz vissza másfél nappal ezelőtt, mi történt a fürdőszobában. Tehát azért... Hát összefolynak a napoknak. Összefolynak a napok, igen. Jó, szóval akkor szerintetek is normális, és nem az én rendszeremben. Nincs gond, sokan örülnének neki, hogyha ennyi év után heti kettő lenne. Akkor mondjam neki, hogy egyen kevesebb zellert. Lehet. Attól van, ugye mit, mitől ennyire? Tehát 11 év után tényleg le a kalappal. Mitől ennyire? A szerelem, mondjad a szerelem. Azért már szerelem, hát jó találkozott jóval, ez lehet a... Jó találkozott jóval, megmondom, tehát hogy én szerintem a Mirónak az étvágya nagyobb, mint mondjuk általában a férfiaknak. Uh-huh. Vagy az is lehet, hogy egyébként nektek is megvan ez az étvágy, csak nincs hozzá partner. finom a leletünk oltva. Nem, hanem konkrétan a neink szólt be. Egy kicsikét. Értem, egy közös kávézást majd a három csajjal intézünk neked, és akkor dumáljál. ez egy nehéz kérdés. Igen. Az a kemény, amikor valaki olyan van valakivel, ahol csak az egyik félnél van meg az étvágy, nem? És a másik fél, mondjuk a nő már kevesebbet akarja, nem akarja, és abból van a konfliktus. Mert itt azért ugye két olyan ember találkozik, nagyjából azon a szinten mozogtok. Oké, mondod, hogy a Mirónak egy kicsit több, de hogy azért... Vagy sokkal több, de hogy azért... Nekem azóta csillapodott ez, amióta megvannak a srácok. Aha. Tehát azért én azóta álmos vagyok esténként, meg fáradt. Mire ő, mondom, tehát ő egy ilyen gép, tehát 18 órákat dolgozik le úgy, hogy ő utána még elmegy bulizni, aztán utána hazaesik. Nem tudom olyan állapotban megtalálni, hogy ne legyen mindig tetrekész. Tehát, hogy így nem... Kik fáradnak el jobban egy párkapcsolatban? Egyébként a nők azok, akik inkább már a palit nem kívánják, és jönnek a kifogások, és a pali ott toporok, hogy de legyen több, vagy a férfiak néznek előbb-utóbb félre, és unják meg otthon asszonykáikat. Tehát lehet ilyen tendenciát mondani egyébként, hogy azok, akik jobban beleunnak a párkapcsolatukba, melyik nem unja meg előbb a másikat? Van ilyen? Nyilván egyére lehet lebontani, vagy párkapcsolatokra. A szex sokszor inkább azt hallott, hogy a nők találnak kifogást, nem? A szex fontosabb a férfiak számára. Igen. Szögezzük le, és mondjuk a háztartásban azért egy csomó dolog a nőkre hárul, még akkor is, ha ilyen nagyszerű férfiakkal ez nem egy kifogás, együtt, ez a háztartás, nem, meg a gyerek, nem. Ez nem egy kifogás, ami mögé elbújsz, és igazából arról van szó, hogy már nem kívánod az illetőt. De csak azt nem kívánod, akivel élsz, vagy úgy egyébként magáról a szexről mondasz le egy idő után. De várjatok, tehát, hogy ez teljesen ez normális, jó kérdés. Hogy egy idő, tehát, hogy átalakul ugye a párkapcsolat, tehát nem lehet azt elvárni 10 év után, ami az első 3 hétben történik, és aki ezt nem tudja elfogadni, hogy a
párkapcsolatnak van egy evolúciója, egy természetes fejlődése, és ugyanazt várja 5-10 év után is, mint ami az első 4 hétben volt, az megette a fenetet, hogy ez a kapcsolat nem fog működni. Tehát, hogy ezt mindenkinek el kell fogadni, hogy igen, a vágy egy idővel csillapszik, hát basszus, mit csináljunk? Hát nem lehet ugyanúgy felkorbácsolni, mint az első 3 hétben, hát már nincsen nagyon az újdonság varázsa, tehát ezeket nem lehet ugyanúgy kezelni, de én szerintem, tehát hogy igen, azt kérdezted, hogy kik unnak rá előbb, szerintem a nők egyébként. A nők, ugye? Van, azok, akik inkább, a nők. És ugye akkor van a nagy konfliktus, hogyha egy férfi ráun, mert hogy egyébként azt várjuk el a férfiaktól, hogy mindig így, és menjenek a harcba, és bármikor. Nem, alapjában szerintem a konfliktus a nő és férfi párkapcsolatában ott van, hogy teljesen mást vár el a szexől a nő, és mást a pasi. Tehát a pasinak ugye fizikai létszükséglet, míg a nőnek ez egy érzelmi kérdés. És a kettő sokszor nem találkozik, mert a nő azért sokszor a szexben az érzelmet, a hosszú előjátékot, az odaadást, a gyengétséget keresi, míg a pasi egyébként 10 perc alatt sokszor túl lenne rajta, mert neki egyfajta fizikális dolog. És ezen ellentét, most nyilván vannak nők, akik azért szeretik, a neki döntik őket a hajdúmosógépnek, centrifugára kapcsolják, és brutál nagyot szól a dolog, ezt is értem, de azért alapján véve a lelkiséget keresitek ebben. Szója rosszul mondom, nem így van? És egy nőnek nem tetszik, hogy a pali 10 perc alatt végezne, a pali már rég aludna, de a nő még el se kezdte igazából, mert neki érzelmi töltet kell hozzá, és akkor ezen konfliktus aztán begyűrűzik oda, hogy előbb-utóbb valakinek elmegy a kedve a dologtól. Nem így van? Hogy más az elvárás. Én nem vagyok egy érzelkős fajta, az az igazság. Nálunk például, amiről az romantikusabb, de ezt már szerintem el is mondtam. De... Minden szeretkezés után makogva sír, vagy hogy érted? Zokog rád borul, és minden orgazmusnál sírva fakad, vagy mire gondolsz? Hogy gyújt a szobában, leterít egy fehér lepedőt, beszorja a hamvas testét virágszírmokkal, és úgy vagyok, vár, mint keres. Igen, beül egy liter szabártejbe, vagy egy kát szabártejbe, igen, és keres meg a kardvirágot. Levendulás illóolajú közepet lépsz be a fürdőszobába. De ez nem így van? Mármint, hogy micsoda? Hát, hogy mást várunk el. Igen. Mást vártok el. Hát figyelj, de... Az, hogy órás előjátékokat vársz 5 év után, szerintem ez marhaság. Azért sok nő mégis így van ezzel azért, hogy legyen gyengít. Hát nálatok nem lehet így durbele Balázs módjára. De nem a durbele, nem, egyébként egyetlen ez nem erről van szó. Ez már ez egy régi beceneve a Balázsnak, létszínek. Volt, hívtak így is, hogy durbele Balázs, csak 20 éves voltam, és az E+-nál dolgoztam. Hány ez sikoltok most el egyszerre? Ismerem a durbele Balázs. Az a múltam, ne az a régi énem. Sietek, meg mennem kell táncreakciót és megállót forgatni. Szóval én nem gondolom, hogy egy jó szex az attól jó szex, hogy másfél óráig tart. És én nem is igényelném a másfél órás szexeket. Tudom, hát Balázs, hogy te egy jó nagy tantra, amikor vagy. Belenézel a szemébe, egyé váltok az univerzummal, és közösen együtt sírtok. És úgy értek el a csúcsra, hogy mindketten egyszerre kezdtek el sírni. Köszönöm, hogy baj neked lehet. Köszönöm. Nem, én köszönöm. Hát én szeretni fogom ezt a rovatot, Gyuri. Jó lesz ez. Jövő hétre akkor szembesítsd azért ezzel a kis naplóttal. Mindig szembesítem, amikor ő nekem jön ezzel, de nem fogadja el. Tehát ő szerintem meghamisítom a tényeket. Feri mondja jót, írasd alá vele. Láttam az levelet. Átmegyek a szomszédhoz. Egy szignót kérnék ide, legyen olyan kedves. Jó van. Jó, már nem tudom, hogy segítettünk-e, minden esetre dicséretben részesültök, mert jó arány. Uh-huh. És akkor ehhez mindenki képes, mindenki tud viszonyítani, hogy az övé mennyire jó azok, akik hallgatnak bennünket. Jó, rossz, vagy meg tudják mondani, hogy hallgassák vissza ezt a megszólást. A tiétek jó, rossz? Hát, ez nem a mi rovatunk. Szép volt, gyerekek. Ezt szeretem bennetek, hogy vág az agyatok. 13:30, puszi Jóli, köszönjük. Köszönjük szépen. Van egy játékunk, ami jövő héten indul, de már ezen a héten várjuk az e-maileket. Jó, ha valaki szeretne egy vadonatúj, gyönyörű, szép, jól működő új mosógépet nyerni, akkor figyeljen, mert mindjárt jövünk a részletekkel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7:10, 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, és mondjuk a játék részleteit, mert hogy jövő héten indul egy új játék, ami tulajdonképpen a jövő héten indul, de már ezen a héten lehet rá nevezni. Ugye arról szól a dolog, hogy szeretnénk új mosógépeket adni az országnak. Ez egy olyan dolog, ami kicsit ilyen hányatott sorsú, mert hogy ott van a sarokban, kicsit vízköves, már nem úgy most, de az ember valahogy nehezen szánja rá magát, hogy vegyen egy újat, jó az, még kicsit halasztod, talán szereted is, mindig máshova kell inkább a pénz, és ugye hát a mosógép az ráér, kibírja még ezt a nyarat, kibírja még ezt a telet.
de közben sok helyen ugye már elkélne egy szép új mosógép. És a játékunk annyiról szól, hogy jövő héten minden nap adunk majd egy vadonatúj, szépen mosó, gyönyörű mosógépet. Ez mindig jól jön. Szerintünk a háztartásokban, és e-mailben lehet jelentkezni a játékra, de kell egy kis kreativitás a játékhoz, mert hogy mosógépeknek kell jelentkezni a játékra. A mosógép írjon SMS-t? A mosógép írjon e-mailt. A mosógép írjon e-mailt. Így van. Tehát írják meg nekünk a mosógépek, hogy miért szeretnék már lecseréltetni saját magukat. Hogy bánik velük a gazdájuk, mióta vannak szolgálatban, mennyire vízkövesek már, és miért szeretnének elmenni nyugdíjba, és miért szeretnék egy fiatalabb harcostársat munkába állítani. Júliék, mosógépe vagyok, és így. Nagyon unom már, hogy heti kétszer. Kinek a mosógépe vagy? Hogy bánnak veled? Miért szeretnél pihenni? Mióta nem kaptál, nem tudom, vízkő oldószert, és egyáltalán miért szeretnéd már abba hagyni a 20-30 éves, vagy 10 éves szolgálatodat? Ez jó. Jó? Írjátok meg nekünk ezt, drága mosógépek. De szürreális, egy mosógép. Nagyon fura. Miért beszélek én mosógépekhez? Ezt megint csak álmodom. Ez egy nagy kollektíválom most megint, amiben vagyok. Nem sokára megszólal az óra, fölébredek, és elindulok dolgozni. Kedves mosógépek, írjátok meg nekünk. Elől és felül töltősök. Most figyeljetek. Írjátok meg nekünk, miért cserélje le benneteket a gazdátok. Úristen. És az e-mail cím mosógép@klasszfm.hu. Fölírtátok mosógépet? Mosógép? Igen. mosógép@klasszfm.hu. Írjátok meg nekünk. Nagyon jó. Hogy miért? Miért lenne jó, ha ti már pihennétek? Egyes szám első szemében. Egyes szám első szemében. Jó? Ennek is ennek a családnak vagyok a mosógépem. Utálom őket, nem bánnak velem szépen, állandóan megtömnek. 15 éve vagyok szolgálatban, vízköves vagyok, utálok dolgozni, elmennék nyugdíjba. Írjátok meg nekünk, mi a legszívhez szólóbb e-maileket kiválasztjuk, és úgy érezzük, hogy valóban a mosógép már megszolgálta a hazát, és elvégezte az elvégezni valót, akkor lecseréljük. Ehhez azonban tényleg nagyon szívhez szóló e-mailt kell írni a mosógépnek, jó? mosógép@klasszfm.hu. Ezen a héten várjuk az e-maileket, és jövő héten minden nap itt a Morning Show-ban valaki mosógép tulajdonos lesz. Reméljük, hogy jó helyre megy. Egy jó, szép új mosógép mindenhol elkér. Nem? Így is. Vagy hát sok család van, aki tényleg rászorul egy-egy mosógépre. Lehetőleg olyanok írjanak, ahol egy mosógép van, igen, akik valójában rászorulnak, nem minden helységben van mosógép, és tényleg kell nekik. Ez csak azért mondjuk, mert azért van olyan, ahol három van, de még elküld egy e-mailt, hogy legyen egy negyedik is fent. Azért, mert a gyerek szobában tudod tenni rá a másikat, hogy ne kelljen lehajolni. Tehát szeretnénk ezeket a mosógépeket jó helyre eljutatni. Mindenkinek a lelkiismeretére bízzuk, de elsősorban tényleg olyanok írjanak, akiknek valóban igazából nincs lehetőségük 68 ezer forintért venni egy mosógépet, és szeretnék általunk lecseréltetni. Jó, ezt a mosógépeknek mondom, hogy nem ért csalni. Természetesen. Ha új vagy, ha látod, hogy van három társad a mosókonyában, ne írj e-mailt. Jó? Hagyd meg ezt azon mosógépeknek, akik tényleg elfáradtak. De a mosógépek tulajdonos is sem mondják azt, hogy jéka, hallottad, hogy a Morning Show-ban milyen PIMA akciót talált akja? Vajás? Így egy e-mail. Jó? Tehát tényleg nem ér. Ha fiatal mosógép vagy, nem ér benevezni a játékra. Jó? mosógép@klasszfm.hu, várjuk az e-maileket, jövő héten pedig sorsolunk. A mosógépek töltsenek fel magukról képet az e-mail mellé, hogy lássuk, jó, hogy ő egy régi mosógép. Igen. Nagyon igen. Jó kérdés. Keverőtárcsás hajdú vagyok. Így van. Fotóztasd le magad a kis gazdáddal, és töltsd föl a fotódat is. Jó? Ez tényleg legyen ott egy fotó, hogy mennyire vagy te régi mosógép. Hogy lássuk tényleg, hogy indokolt a csere. Igen. Na. És ne SMS-t írjatok, hogy kisgazdám nevében írom, tehát ne kezdjetek. Igen. Ne e-mail. Aha. Jó, drága mosógépek, e-mail. Ez nagyon fontos. Mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Kiderült, hogy Vadon Jani áll Facebook profilján. Tudom, mi van. Kiderült, hogy Vadon Jani. Úristen, mit töltél? Nem is beszéltél róla. Hogy Vadon János Facebook profiljával csajozik valaki. Ezt helyre tettük. Igen. Ezt kezelni kell, mert nehogy aztán itt kétajtós szekrények várják meg János a rádió előtt, hogy mit csinálsz a lányommal, úgyhogy Jánosnak még Facebook profilja sincs egyébként. Ennyi. Én gyáva vagyok hozzá. Gondolom, érted, te se. Igen. Nem ért csajozni a Facebook profilunkkal. Megfejtettük, hogy mit csinál az illető, erről beszéltünk egy kicsit. Valamint kínos félreértéseket is vártunk SMS-ben, mert hogy Feri tegnap volt a belvárosban, és kapott egy szórólapot, ami gyanútlanul hazavitt, Béka megtalálta, és hát forró lányok vannak ezen a szórólapon, meginvitálnak
egy szalomba, ahol mindenféle csúnya dolgokat művelnek veled. Feri nem olvast el a szórólapot, csak letette az anyósülésre, Béka pedig megtalálta. És köszönöm, hogy még most is véded a sztorit. Igen. És hát arra kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk SMS-eket, hogy mi történt, amikor kínosan kellett magyarázkodni, pedig közben ártatlanok voltak. Erről beszéltünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Itt vagyunk. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Keverő társas mosógép vagyok, elmondanád még egyszer az e-mail címet? Elmondanám, igen. mosógép@klasszfm.hu. Ez az e-mail cím. Jó, drága? Keverő társas mosógép. Viszont írt egy másik is, hogy nem mondd el a címet, mert ő viszont nem akar a szemétdombra kerülni. Ja, hogy őt emberi, ugye? Ó, jól gondolkozik, jól gondolkozik. Jó, úgyhogy ezen a héten várjuk az e-maileket, tényleg mosógépek írjatok, aztán jövő héten minden nap. Nem mondd ezt. Mosógépek írjatok nekünk e-mailt minél előbb, hogy bánik veletek kisgazdátok, jó? És aztán jövő héten meglátjuk, hogy... Ez nem foglalt jelzést, Laci, ez rosszul társasztál. Meg végre azért kell lecseréltetni magatokat, kedves mosógépek, hogy végre nyugdíjba mehessetek, és újjászülethessetek majd egy új mosógép formájában. Mert hogy újra feldolgoznak benneteket. Ne ijedjetek meg. Nem fog fájni. Tényleg eljutottunk ide egy mosógéphez beszélni. Nem fog fájni. Nyitnunk kell fel. Halló. Hello, ciao, Jani. Így alakult. Feri Balázs, Morning Show. Szia, nem írtad alá. Szia! Hello! Hogy hívnak? Simon György. Gyuri, nem írtad alá az SMS-t, küldtél nekünk. Ja. Igen. Igen, elfelejtetted, vagy nem számítottál rá. Igen. Igen, neked... Igen, ja már dolgozol. Igen. Aha. Gyuri, írtál nekünk SMS-t, nem tartunk föl, azt írtad, hogy haverok lefogták és kiszívták a nyakamat, ezt kellett kimagyarázni, hát ezt mi nagyon, nagyon szeretjük, ez valóban megtörtént veled? Igen, meg. Elhitte, hogy haverok voltak, utána is vettem feleségem, aki ezt elhiszi, azt érdemes ellenni. Ja, hogy nem történt meg valójában, csak azt mondtad otthon, de hogy... Megtört. De csaj szívta ki. Nem. A srácok és a barátnő el is hitte, hogy a srácok voltak. Így van. Ja, értem, jó. Tehát a történet is igaz, de a barátnő is elhitte. Így van. És együtt vagytok azóta, azt mondod. Nem, azóta tőlem. De azt mondod, hogy elvetted, nem? Igen, de utána ez mondjuk 20 éve volt. Ja, hogy el is váltatok. Valaki félrelépett azért? Nem. Csak végre. Betelt a pohár. Már nála. Ja, akkor azért nem kell félteni. Vagy nem kellett félteni téged. Jól van, Gyuri, hát te vagy a naphallgatója, nem mondtad, hogy Morning Show, de ettől függetlenül te vagy, csak ajándékcsomagot nem tudunk adni. Jó van. Azért köszönöm. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? Budapesten. Jó, látom a reklámblokkunkat, van egy-két ajándékot, hallgass meg a reklámblokkot, és akkor ott kiderül, hogy mit kapsz. Jó? Jó, kapok, köszönöm. Hallgass minket, köszi, ciao. Köszi, hello. Hello. Na, Csabi Szabin. Már megint? Egész héten, tegnap nem voltam, elmentél, de igen, megállapítottuk, hogy valószínűleg van még 8 eldikolt gyereke. Semmi, hogy 43 nap jár neki, tudod. És velük is kell lenni egy picit. Gabi, hello! Jó reggelt! Én azt hallottam, hogy készül az újabb kisabaházi. Ezért vannak otthon? Persze. Hát, ha már ilyen jó témátok volt ma reggel, a Julitól hallottam. És nekik ennyi kell még... hozzá? Hát egész héten próbák. Majd kérdezzétek meg, amikor visszajön. Készül az új kisabaházi. Akarnak még egy testvért. Laurával beszéltem, azt mondta, hogy szeretne még egy testvért. De nem neked szólt, hogy... De nekem csak mesél, tehát miért tőlem de szeretne. De ezt hol a csehszobában dumáltátok meg? Igen. És tényleg lesz kis Csabi? Hát ezt majd tőle kérdezzétek meg. De ez jó. Na, erre hétfőn ne felejtsünk el rá kérdezni. Egyébként ti készültök újabb testvérekkel? Nem, nekem már nem lesz sajnos. Nem magatoknak. Befejeztétek? Ez tényleg végleges? Most mondod ezt a gyereket, tőlem kérdezed. Hát én még a pályaszélén vagyok. Tőletek szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan kell. Egy gyerek, nem gyerek, kettő, nagyon sok, úgyhogy... Én négyig jó vagyok. Nem, pihen az abaházi egyébként. Igen? Aha, de hogy közben mit csinálnak, azt nem tudom. Mi az, hogy négyig jó vagy? Ti négy gyereket akartok, még kettőt?
Szegény béka. Persze. Tényleg? Aha, és simán benne vagyok. Na jó, de hát azért a nő is kell. Hát ott még van vitatkozás, háromig még rá lehet gyúrni, a negyedikkel már azt mondta, hogy én hordom. Három gyerek. Négy. Imádnám. De mi van, nincs, hogy kihasznál az étkészletek, amiket... Azok ki vannak, ott megnyugodhatsz, hogy ott... Ezer darab műanyag kanál fogyan el este. Nincs oda. Négy gyerek. Négy, én imádnám. Fúj, én nagyon szeretném. Nagyon, de már három is jó, nem, persze a kettőnek is örülünk, de az tök jó, szerintem az jó, nagy család, az óriási buli. Most mondd be, csak egy lesz olyan, mint te. Még mind a kettő olyan, mint a brad. Hagyja úristen. Hát le a kalappal, összejön le a kalappal. Én láttam, azok a gyerekek szépek, okosak. Fú, de elég, mi? Kemény vagy. Na jól van. Oké, Gábor, akkor jó munkát neked, jó? Köszönöm, nektek jó pihenést. 555-55-00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Ne felejtsenek el a mosógépek e-mail címet, vagy e-mailt küldenek nekünk classfm@mosogép.hu, vagy micsoda? mosogép@classfm.hu. Most igen, egy mondatommal össze tudok zavarni mindenkit, mosogép@classfm.hu. Írjatok, jó? Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.